Na, úgy látom, most már lett hang is. Üdvözlök mindenkit, én Akszervők, és ha be is kapcsolnám, mint a többieket a beszélgetésben, egy gyülekezünk, Molnár Jenőt üdvözlöm, és nagyjából a többieknek már szerintem köszöntöm a cseten, de azért még egyszer szóban is üdvözlök mindenkit, aki itt van. Lehet velünk jönni, de Münchenből indulunk, hát ugye csak DLC függő a dolog, mert ugye Olaszország fele mennénk, mert Szardínia szigetre át lehet most már menni, és akkor meg át is mennénk, és akkor felfedezzük ezt a területet. Kossia Laci beírt ugye a csetet, tehát de a videó, ugye tehát a csatornának a linkje az ott van a videóm alatt, tehát ő is ugye streameli, szokás szerint, Okán Borotvájt is üdvözlöm, és gyorsan már akkor még beolvasom, olyan régen küldött már Csigvaró nekem történelmi fejtágítót, 1224-ben járunk, második András kiadja az Andre Anumot, amelyben az erdélyi szászoknak kiváltságokat biztosít. Na, megint tanultunk valami ott, köszönöm szépen. És na, akkor be is kapcsolom már tényleg a többieket. Sziasztok! Ali, sziasztok! Hú, de sötét van! Igen, éjszaká van, 23 óra. Megmozdulok már ezen, hogy kidobjanak itt. Még amíg látlak benneteket, addig jó minden, mert addig úgy néz ki, hogy benne vagyunk a játékban, hogy amikor eltűnnek, az ember magára marad, mint a gladiátorban mondja a főhős, hogy ha egyedül találod magad a réten, egyedül lovagolva, akkor nincs semmi gond. Na hát itt akkor kidobott a szerver, hogyha egyedül van. Szevasz Zsolti! Játékot, aztán be kell írni valamit. Új játékot kívánt, Gabesz. Na hát nézzünk akkor valamit, gondolom, hogy aki akar, az jött vagy jön, majd becsatlakoznak, én szerintem nézzünk fuvart, és akkor induljunk el. Jó, van, külsőt nézzünk, ugye, ahogy szoktuk. Gyerekek! Szia, vidralány! Olyannyira régen mentem már én is, hogy teljesen elfelejtjük, hogy mivel kell. Szia, vidralány! Azért mondom. Van már az a... Jó, tehát Münchenből indulunk, EU4-en vagyunk, ugye, ennek is megvan az apropója, az oka, mert ugye Lacit a múltkor, hát Póru járt szegény, ugye kidobták, pár napot kapott, de aztán csak vissza, na mindegy, de azért meg rengeteg sokat karamboloztunk, hát annak is megvan a hangulata, mint a Forma 1-ben, amikor sokat karamboloznak, de most úgy döntöttünk, hogy most kihagynánk ezt a nagy karambolozást. Na, jöhetsz, persze, Ágyusról, jöhetsz Discordon is hangba. Ja, persze, persze, azért mondtam, hogy csak mondtam neki, hogy a videód alatt ott a link, hogy hát be tud lépni a Discordodra, és akkor majd legfeljebb te behúzod, hogyha úgy lesz. Szia, Alex! Persze, mindenki, aki akar, jöhet hangba, csak vegyétek figyelembe, hogy itt többen is live-olunk, és kultúrát nyelvezetben meg tessék megvárni azt, hogy mindenki végigmondja mondókáját. Laci, azt nézzétek már meg, én már most találtam egy olyat, hogy Firenze, olyat megnézed? Még ne fogadjuk még el, csak azért... Igen, majd mindjárt megmutatom Szabolcs még egyszer kívülről, csak sötét van. Hát én a harmadikon... Csak ugye most nekünk le kell menni majd, az a lényeg, hogy Nápolyig, mert ugye Nápoly... Na, egy kicsit gurítsak már ezen egy kicsit. Tehát ugye itt van Nápolyból lehet majd ide átjönni, és tehát Firenze az már úgy félúton van. Én nekem Firenze, Rómába van nekem fuvar. Hát... Várjál, mindjárt frissítek rajta. Az hosszabban? Hát megnézhetjük. Róma, van Firenze is, meg Róma is. Hát van Firenze. Lehet, van. Nekem Róma valami oknál fogva nincs, nekem Firenze van. Hát, akkor menjünk az, Firenzébe. Az jó lenne. Nekem Targoncákat minket. Az van, jól van. Az, akkor Firenze. És akkor Firenzéből megyünk. Építed a szocializmust. Én már néztem én is Miles Tommy, de majd tényleg én is majd megnézem, mert nekem is így tetszik kívül. Na, akkor elfogadjuk Firenzét? Firenzét. Én már rámentem. Na, akkor menjünk is, jól van. Jó, csak 2 kilométert kell menni érte. Axel, tudod milyen durva ez az új videókártya minden? Igen? Hú, csak OSB-t elfejtettem biztosan. Hát, én nem találtam. Na, hát én amúgy lecseréltem most próbából, játékból, Volvo-val fogok menni, ugye így néz ki. Majd, hát sokkal kisebb az üzemanyagtartály, az biztos, tehát sűrűbben kell majd tankolnom, de tényleg sokkal kisebb az üzemanyagtartály, de hát majd többet tankolom. Én viszont Bolognába találtam. Hát... Bolognába? Aha. De azért... A kis kutyusom itt. Vállalkozói. Aha. Na hát igen, nekem a németül megy a GPS-en és a magyar.
a magyar GPS hangot nem sikerült berakni, mert hogy azt nem támogatja. Ja, de nem, torrentről nem akarom, tehát azt nem akarok ilyet, Tomi, hát azt, hogyha én lágolnám, azt eredetibe kell megvenni, úgyhogy ez nincs ilyen. Zsoltinak mondanám, hogy hangba is be tudsz jönni, csak ugye a Kostyá Lacinak a, most egy kicsit lassan megyek már, már csetet olvasom, Kostyá Lacinak a videója alatt van a Discordja a Lacié, és be tudsz oda jönni te is, ha még nem vagy bent, akkor... Lép be, és ha nem tudsz belépni, akkor úgyis berángatunk. Meg minden más mindenkinek is mondom. Te meg majd kapsz jogot, mert én is kaptam nálad, úgyhogy abban nem lesz probléma. Szóval Axel visszatérve erre az új gépre sikerült megvenni. Hát, a gyerekek egy álom, van egy híres videónál. Szebb a játék, ugye? Ó, szebb. Apa. Az úgy nem kifejezett. Ó, látom ezt. Adrián nem gatyázik. Mentám rajtam keresztül, Adrián. Na, én már fölvettem a hova, ahogy van, Laci, és gyere csak. Én még egyet. Nem. Igen, azt mondja németül amúgy gyerekek, aki nem tudná, azt mondta, hogy megérkezett a célhoz. Úgyhogy ja, hogy te GPS ezzel németül? Igen, én bekapcsoltam a német GPS-t. Már csak azért is, mert nagyon sokszor ugye figyelem a chatot, és na, nem a GPS figyelem, és azért jó, hogyha valami szöveg el hozzám. Szereted, hogyha a csajok dumálnak, hogy merre menjen. Igen. Értjük. Já, good. Belemagyaráznak a vezetésbe. Bolonyába. Joe, papa. Így van, már 1.35-ön. Jaja, úgy toljuk. Bolonyai jó. Már 1.35. Hát kíváncsiak is vagyunk, hogy mi változott, hogy úgy látványra észreveszünk-e valamiket. Kíváncsiak is. Szebb lett amúgy az 1.35-ös játéknak, mert raktak bele egy-két izét. Megállítólag, amit csak a skandinávon tudsz vinni, tudod, dupla pótos. Az már mindenhol. Van egy-két város, nem, még csak egy-két város, nem mindenhol állítólag, de... Szevasz, Jaci! Nagyon sok helyre eltudsz vele menni. Úgyhogy... Annyi változás történt, hogy az adatlapomról eltüntették a kitiltást, úgyhogy jelenleg nem voltam büntetve a Trackers MP-n. Jó. Mehetünk szerintem. Jó, hát hogyha gondoljátok, akkor mehetünk. Szia, Szenci Józsi! Ki fogja vezetni a konvolyt? Nekem mindegy. Aki akarja. Nekem is stream. Ja, kösz szépen, Jenő. Minden rendben van. Zsolti, nem strandolgattam tegnap előtt. Na, akkor aki akarja vezetni, akkor meg, meg ilyesmi, tehát ilyen kis nyári feeling van, nyári hangulatok. Ez van. Zsolti, nem jött be akkor? Multiba... hát most Kostya Laci, te multiba játszol. Tehát a multiba is megy a navigációs hang, de csak az eredeti gyári. Az egy eredeti, és az abból viszont nincs magyar, én úgy láttam. Viszont ami meg van, a jáksó féle, ugye ami magyar nyelvű, az viszont nem működik multiba. Tehát ebbe a ez a 22-es csapdája. Úgyhogy nálam nem is hallható, mert most azért, hogy angolul úgy mondja nekem, vagy valamit. Ilyen sokan nem vagytok meg nekem üzenet. Ezért nem. Tímem. Szia, Kata! Na, nektek is nagyon jó játékot, beköszöntem hozzátok, csak hát mi is elindultunk vándorútra. Mondja nekünk, hogy forduljunk be. Ez ilyen csetolvasós kanyarodás volt már. Igen? Már nekem. Szia, banános Joe! Gyertek ti is játszani. Na, szevasz, Márk! Szia, Zolitrák! Te is gyere, nyugodtan! Turn right, úgy van. Igen, mondtam, írtam Banános Joe-nénak, hogy szóljon Joe-nak, hogy jöjjön. Joe, hogyha van kedve. Marad. Ja, itt is itt van, jó van, most nézem meg, csak közben ilyen csetolvasósan kanyarodok, látom, hogy Banános Joe ide is beköszönt, szia. Csak... Megyek merre és jártok, itt most hagytuk el München. Most hagytuk el München. Igen, most indultunk Münchenből, megyünk lefele,
Firenze felé, tehát ugye menjünk Olaszország felé, de hogyha valaki kíváncsi pontos városnévről, hogy mi a következő, akkor megállunk, megmondjuk, hogy pontosan. Most ha jól látom, Firenzében. De nagyon tatáson megyünk, tehát ilyen 70-80-nal, tehát még szerintem bárki utol tud érni minket, aki még Münchenből elindul. Mannheim elindultatok el? Mannheim irányába? 99-es úton, jaj, azt így nem tudom. Innsbruck és Salzburg felé megyünk most. A tábla szerint. Én tábla alapján megyek. Rohamosan meg. Megkérdezzük a minden tudó kis kutyámat. Á, nem tudom megkérdezni. Híde sötét van. Jó, van, azt akartam kérdezni, minden rendben van, kutyám? Kutyikám, minden rendben van? Igen? Jól van. Örülök neki. Viselkedjél nekem rendesen itt az úton. Jól van. Ügyes vagy. Akszer közben lehet egy szolgálati kérdésed? Persze. Egyszer valamikor megint tudsz majd segíteni visszacsinálni az OBS-emet? Ja, persze. Most nem tudom, hogy a beállítást ugyanúgy vissza, hogy megjegyzi majd. Mármint a... Szevasz, Dragon! EU4-es, igen, EU4-es. Bocsi. Mármint a YouTube csatorna, tudod, hogy ott ugye az élő irányítópultban megvan, csak ugye most OBS-en nincs. Hát majd beállítunk akkor mindent. Jó, előre mentetek már. Ja, én csak megyek. Hát azért mondtam, hogy valaki olyan vezes akkor volt, aki... Hát még nem is megyünk gyorsan. Akszor tehetünk. Hát én nem tudom, itt Adriánok mögött megyek, de még Kostya azt is 136 méter, hát akkor te is itt vagy valahol. Itt vagyok a hátad mögött. Valami rohadt nagy folyó, ahol nem lehet átvinni az áramot. Ja, az jó. EU4-es szerveren vagyunk. Így van, Márk, megérkezett ma az 1.35, ja, azon vagyunk. Úgyhogy akinek van kedve 1.35-özni. Jól van. Ja. Már mi van meg Imikének? Ezt nem eltettem, Kata. Szevasz, Ricsi. Melyik városba? Firenzébe megyünk, vagy egész konkrétan majd utána megyünk át a szigetre, a Szardínia szigetre, a végső sorban, de ugye az ott Nápolyból megy azt hiszem át az út, vagy a út, hát hajó út. De most konkrétan most Firenzébe megyünk először, odáig volt fogalom. Szevasz! Barna csata. Ha megint szövegelnek, nem Csaba akart volna, nem. Megyek. Igen. Mi jött az új frissítésekben? Hát pontosan nem tudom, arra vagyunk mi is kíváncsiak. Hát most ebben a nagy sötétben nem sok mindent látni, de reméljük, hogy majd kivilágosodik, hát aztán majd meglátjuk. Hát az új térkép részletnél fogod látni. Ja, új utak kerültek be, mi változott. Igen, én is meglepődtem, mondom, sok olyan új, most kezdettek is ámban, amire én úgy emlékeztem, hogy nem sokára névváltás lesz nálad. Na, jól van, Katám. Hát azt tudom, mondtad. Mondtad, hogy ez a jó ember. Annyit ütöttem, vertem, aztán csak rábeszéltem, hogy vegyen el feleségül. Na, ugye? Nekem köszönheted, Kata. Újítva lesz. Online garázs. Ja igen, az online garázsvásárlás. Ha nem kell odautazni, tényleg adják. Jóci, köszönöm szépen a feliratkozást. Tényleg, ja, igen, mert az meg lehet már venni már. És üdvözöllek a csatornán. Online keresztül. Ja igen, ott látom fölötte, hogy Jóci, jól van, nem tudom, valamiért a lemezet nem láttam, bocsánat. Igen, meg... Ja, meg Schwarzmüller. Ja, hát ez az, én megvettem drága pénzért a Schwarzmüller-ről, és most meg beradták a játékba. Igen. Hát így voltam vele én. Szóval amikor megláttam, hogy berakták a pultot, ezért meg adták, nem baj, mert nem sajnáltam rá, ez most nem az érzetek, csak... Ó, mondom, de jó. Én még az... Egyet, román. Nem tudom, a hangot elég jó halljátok, amúgy fiúk, lányok, hogy adjak még a játék hangra? Nyugodtan szóljatok, hogy valakire esetleg... Akszelnetán halk lenne. Jó. 2000... Ez ilyen sokat lehet vele menni. Akkor nincs is ezzel olyan nagy gond. Mivel? Volvo-val? Ja, nem, csak sokkal kisebb volt a... Vagy volt ott olyan Volvo, aminek sokkal nagyobb volt a tartály, de jó, van, örülök. Hát ezzel is lehet 2300 km-t tudok még menni. Akkor nincs olyan nagy baj. Mondjuk hát jó, az Scaniával volt, hogy 3-4 is kiírt. Annyit tudok, tehát azért, de... Jól van. Akkor csak azt nem kell olyan sűrűn. Szia, Letti!
Azt írja Letti, hát én hallom. Hát én, aha. Olyan bár szavasz Patrik. Bár ne hallanak. Gyere be Letti amúgy. Hát Letti bejöhetné a hangba, hát ugye Lacinak a Discordján vagyunk. Oda tudsz bejönni. Zsolt is elkelt? Na, nem már. Zsoltit is eladtátok? Mindenki oda van? Mennyi adtátok el Zsoltit, hogy érdeklődjök már, mert... Hát 1500. Ráfizetni. 1500 minden. Vásárlás. Ráfizetek. Na, az szupi lesz. És hogy lesz a neved? Azt lehet már tudni, Kata, hogy tudjuk, hogy kinek kell köszönni? Hát úgy, hogy csalkolom, Kata néni vagy. De azt ugye nem, mert teljesen új neve lesz, hát akkor ezek igen. Szerint Sós Imréné lesz, vagy nem? Úgyhogy hogy lesz igen. A neved? Na, ez jó. Sós D. Imikapata. Hát nem biztos, hogy úgy lesz, csak... Így van, ami Zsolti is írja, hogy gratulálunk és nagyon sok boldogságot kívánunk, ez így van. Ja, gyorsan... igazi esküvő volt? Vagy lesz a napokban lesz, tehát mostanában lesz valamikor Katáéknál. Imike és Kata. Na, így van. Gratulálok. Végre valami jó hír is a héten. Hoppá, itt azt mondja nekem, hogy... Előre nem szeret. Le fogunk térni. Igen, itt letérünk. Mondja, hogy... addig nem olvasom már fel a fejtágítót, mert kanyar lesz, de... Miért, Axel? Hát de majd kanyar után... na, mindegy, ezek ilyen, ez egy nagy kanyar például. Axel, nem annyira történ, hogy fejtágító olvasós kanyar. Szeretnél ágyús csó? Mondom, a Nika hagyományt vinnél tovább, te többet borultál vele, úgyhogy... Na, de úgyhogy nem magyarázzál. Gyere, két zöpötjét csak utána. Hát itt az ideje, hogy mindenki bejelölje. Hát... Nem is értem. Sós Imréné, mondom én. Na, de várjál, ez Kata, ez lehet, hogy úgy van, hogy Axel Sós Imréné leszek? Tehát, hogy... hogy csak szimplán Sós Imréné. Jó, csak vicceltem. Na hát, ha nem tűnik el, felolvashatom gyorsan. 1225-ben történt, II. András kiűzi a német lovagrendet a barcaságból, mivel azok tartományokat a pápának ajánlották hűbérként. II. András kiűzi a német lovagrendet. Na. Erről se tanultunk, ugye? Ki az, aki emlékszik történelmi órán ilyenekről? Történelmi órán kettes voltam, úgyhogy... Na, én egy dolgot de utálom alatt. Na, meg is jelent pont. Hú, hát ez ilyen gyorsan megjelent ez a fejtágító. Jó, gyorsan felolvastam. Okkán borotva is gratulálok előre, és csak meg ne gondold magad, eddig így van. Szevaszt Fanni, zsebi Fanni. Idő nincs, de beköszönök. Jól teszed. Igen, írta nekem, hogy sajnos nem tud jönni, mert halaszhatatlan dolga akart. Halaszhatatlan randevú, biztos. Na, itt egy magyar kamion, Spotter Pauze. Hello. Axelnek, az igazat ugató kiskutya kamionba veled utazik? Hát, hogy ne utazna, itt van. Ugye kérdezzetek tőle valamit. Mondjuk megkérdezzük, hogy mindig igazat mond. Itt utazol, várjátok már, mert kanyar van itt, nem lehet sötét. Valami világosabb helyre kell majd menni, mert szegény, nem látjátok a kutyámat. Kapcsolt be a kabin világít. Van olyan? Mit tudom, mit tudom. Nem lehet látni a kutyát, de itt van azért. Elindítom a multit, valamiért fekete kép, mikor belépek a szerverre. Azt tudom javasolni Zolitra, hogy állíts le a streamet is, meg a játékot is, és próbáld újraindulni. Ha nem jön, dobtad akkor... Dobtad a barátodat? Hát ezt nem is mondtad még, Fanni. Majdnem fölborultam. Jöttem. Rendezvú fejed, ezt hallom. Dobta a barátját, azt mondja.
Hát nagyon sajnáljuk. Azt a jó. De hát még fiatal vagy, Fannikám, ki kell élvezd az életet. Így van. Fizetőkapu. Ha meg én, hát most... Fannit sajnál? Hát a fiút dobták, nem Fannit dobták, hanem a fiút dobták. A fiút sajnáljuk. Olaszországban már azt hiszem, hogy a franciáknál van több. Az biztos, adott Daliban. De az a röhe, hogy ott igaziból is. Már nézzük, már itt van egy kis fény. Meg lehet kérdezni a kutyámat. Á, nincs fény. Nincs fény, nem is lehet látni a kutyámat. De itt van olyan rész, ahol csak van, simán átmész, nem? Itt meg nem tudok kérdezni. Van automata kapu, igen. Szia Tamás! Ugye nem tudok kérdezgetni itt tőled, nem, ugye itt nem lehet. Képzeljétek el, öcsém, mondják, hogy meg igaziból is fuvarozó. Ilyen, milyen nevének mondják, ilyen 3,5 tonásokkal ilyen kis fuvarokat vállal. Aztán máma, mielőtt főpakolt volna, rátelefonált a főnöke, hogy hát remélem nem pakoltál még föl, szaladj el egy 300 km-re lévő kórházhoz a kolléga betegvet, vedd át a kocsiját, és irány Anglia, kompal, mindenben. Öcsém meg volt lebben az Angliában, még soha le nem pakoltál. Szevasz, Feri. Nagyon vigyázz, öcsém, volt a pása, ugye. Feri, dobtak már téged SMS-be? Hát nem tudom, akkor lehet, hogy a srácot sajnálom. Én ezt mondom én is, hogy én is akkor most már elkezdtem a srácot sajnálni. A Fannit szeretjük, de a srácot sajnáljuk. Az jó. SMS-ben van kidob. Én mindig jobb, mintha úgy dobnak, hogy nem jönnek haza. Ja, az biztos. Hát én így jártam, így maradtam itthon a lányommal. Vártuk, aztán nem jött haza. Ja, te dobsz. Ja. Amúgy jó eltűztetek. Az olyan, hogy Feri, ja, szoktál verekedni? Jelentem. Verekedni nem szoktam, csak verni. Ez olyan volt, Feri. Ezért mondtam, hogy olyan menjen elől, aki a tempót. Mert én csak megyek. Én hozzá vagyok szokva, hogy megyek, mint az ő. Hát mindig. Persze, ne faggassuk Fannit. Na. Összerázták a babarongyot és kész, slusz, passz, vége. Magánügy. Kamionosok között láttál te magánügyet? Kata, várjál, kukackata így. Kukackata, hát ha pirosan jelző a YouTube. Figyelj már neked, nektek mikor lesz újabb gyerek? Hát az nem olcsó, szia Szikra, az nem olcsó az iratoknak a átírása, de hát nyilván megéri, hát most... Tévedés, én úgy tudom, hogy most már a házasságnál is ingyenes a szemigazolvány és egyéb dolgoknak. Igen? Igen. Éppen most hoztak be egy új törvény, sőt most már régebben fizetős van. Régebben fizető. Ja, így van, Kata is írja, hogy ingyen van. Igen, ez régebben fizetős volt. Régebben igen, tényleg nem volt olcsó. Nem, a házasságnál most már nem. Most már nagyon na, hát gyerekek, annyi mindent megtudunk itt a CBZ-s közben, hogy... elbeszélgetünk, tényleg ingyen van. Ó, hát akkor inkább megyek és nősülök én is. Hát ingyen van, gyerek. Még a kiderülne, hogy a lagzi is ingyen van, behozták a törvényt. Megyünk, nősüljünk, csettintettem is egyet. Axel, én három szó váltam, úgyhogy ne tedd meg. Ne csinálj hülyeséget. Hát de ingyen van. Most csajok, fogjátok be a születeket. De én mindig azt szoktam mondani, hogy nőt csak este 6-tól reggel 6-ig. Reggel 6-ig is csak azért, hogy még mielőtt elmegy a kávét tepőzve. Na hát, ez is egy vélemény. Ne vegyük el Katának a kedvét. Az egy szerelmi házasság. Jaj, élete Kata. Nem igazán Kata, ez nem. Vicc volt csak. Hidd el, Kata, Joe-nak nem jött be az élet. Szia Róka, szia Lakiós, sziasztok nézők, szia Csó, szia Axel, Alex. Szia Róka, ez a szalagkorlát miattad volt. Igen, ez most igen. Nem jó, én hátul akarok utazni, nem látom a borulásokat, meg az ütközéseket. Ja, hát... Mennyi, gyere át. Igen, mondjuk nálam azért vannak modik bőven. Nálam, vagy nálam? Hát nálam vannak. Szoktuk is beszélni, hogy ilyen moderátor chat van.
Rók, akkor ma dobd össze gyorsan ezt a kormányt, aztán... Oda a friss fényezés, jaja. Gyere, előzz meg nyugodtan, direkt megyek lassan, nem tudom ki jön mögöttem. Direkt lassítok, előzz meg nyugodtan. Jó lesz a sok modi a 10 000. Hát igen, de vannak akiknél, nem is tudom kinél, hogy... nem is tudom, hogy beszélték, hogy ilyen Starky, meg ilyeneknél, hogy alig van egy-két modi, szóval... mégis tudja a fene. De nálam például nagyon sok, nálam például sok a tiszteletbeli modi is, tehát akinek nem kell csinálni semmit, csak ugye... Axelt viszont már követjük. Na itt vagyok, én már közel jövök hozzá utánatok amúgy. Egyenesen megyünk még. Hát feljöttem a nap, mert jobban szeretek világos menni. Hát még messze lehet. Van, de nem sokára följön, úgyhogy lényegében, mikor odaérkezünk, addigra szép világos lesz. Én meg imádok sötétbe vezetni. Én nem azért, csak én a tájat is szeretném nézni, aztán így meg semmit nem lehet látni. Majd. Még a kutyámat se látom. Axel, majd tatabányánál nézgőd. Hát, most oda is jöhetsz. Tomikán! Ki ez? Itt van Tremmel? Ja. Mondd! Van live? Hát volt a Lászinál. Twitch-en. Oh. Kostya Lászinál lesz live? Vagy van? Hát van! Lászin van. Is live. Aha. Nekem... Hey, Adrián! Hello! Hello, Adrián! Adrián, te hova mentél? Na mondjad, Laci! Mit akartál? Tudod, hogy Tomikám itt most normálisan kell kommunikálni, vagy különben újra visszatiltalak? Hát tudom, most már nem fogom azt mondani, hogy Katalin hol van. Hát tudom, múltkor az miatt bannoltál. Egyedül találom magam a nagy sivatagban. Nem vagyok annyira egyedül. Most már hogy mégis. Laci, te is távolodsz tőlem? Én mentem rossz irányba, nem ti? Én egyenesen mentem, mert nekem egyenes mutatott. Hát nekem is. Nekem is. Jó, csak Adrián lekanyarodott. Jó, de te meg közeledsz. Hát téged meg megvárlak akkor most már, mert tök egyedül megyek itt. Én félek. Ha mögötted Alex. Alex? Én félek. Honnan jött az Alex név? Ezt tudom a fiamtól. Oxfeld, Oxfeld. Ma beszéltem a fiammal aztán azért. Na és Tomikám, meséljél, mi van veled, mi újságban? Hát... volt nálunk vihar, aztán most süt a nap. Süt a nap? Na, akkor ez ilyen kóbor vihar volt, nem? Hát sima. Eső, dörög, villámlott, aztán kisült már. És dolgozol? Hát utolértek is már. Hát iskolába jártam csak. Iskolába? Ja, akkor most szünet van, és milyen a nyári szünet? Már nem járok suliba, csak rájúkat nézek. Ja. Jó van. Mikor hiányzik? Mikor hiányzik? Billentyűvel nyomod? Jaj, a billentyűvel. Az igen. Nem is tervezett, hogy kormányra csak. Hát... nem tudom, nem annyira. Hát ha netán véletlenül küldnek egy G29-es kormányt pedállal váltókészlete, akkor tervezik. Vigyázz, hogy itt jön Adrián. Adrián azért kimadolnak, ne vegyél a izébe. Lámaságba. Engem is ezért bannoltak ki. Igen, Adrián, ő rossz fele kanyarodott, aztán... mondjuk ott visszajöhetett volna, hogy itt nincs forgalom. Tankolni valaki? Neked nem megy a villogó... neked nem megy a villogód, mert csak a multiba nem van. Hát nem megy a villogó. Kellene? Hát virgoncákat visz, úgy, most jó. És akkor kell? Hát persze, hát eleve a pótod is olyan, hogy villogóban rajta. Nem, még nem ittam ma. Még nem ittam. Gondolj bele, mi lett volna, hogyha ittam volna. Bekapcsolt. Hát tessék. Ez a villogó. Most nyilván a játék nem tud kidobni értek, meg megfüttetni, de ha már kamionozunk, akkor játszunk éles hülyen. Igen? Hát én... mehetünk szembe az autópályán és minden. Játszunk élet hülyen. Itt még egyenesen megyünk itt is. Aha. Úgyhogy nem iszok többet, ígérem. Megyünk bolondjai spagettit enni. Nem, én halacskát meg... szeretnék. Na, én pont finom szardíniát.
Adrián, nem jó helyen mész, nagyon gyorsan keresél valami átjárót, mert... Ki fognak bannolni előbb-utóbb. Az egy kiváló. Mondjuk itt nincs nagy forgalom. Az EU4-en annyira nem veszik szigorúan, de előbb-utóbb kifogják. Scandinavia Express. Porta Trans. Jaja. Úgyhogy én is kormánnyal megyek, úgyhogy Axelnek, ha esetleg véletlenül valaki dobna egy G29-hoz Logitech-et, akkor... Akkor nem félne az asztalomon. Nem, különben nem. Én azért kérdeztem, mert van nekem egy kormányom, amit felajánlok bárkinek szívesen. Csak igaz, hogy nem valami hűre iszé, de én most cseréltem kormányt, még egy ilyen egyszerű kormány, de a semminél jobb. Úgyhogy, valaki... Hát egy kormányom, az kaptam Vilmostól, csak nincs hozzá pedál, és akkor így... Nekem van, nekem pedálos kicsit, kormány. Kicsit furcsa így fékezni, meg gázt adni gombokon, meg tudom én, meg hát nem is kamionos kormány, mert csak sima, és akkor nem úgy forgatom körbe, meg na, ez egy kicsit fél olyan... Jaj, értem, hát az enyém is csak olyan a sima, az a régi, csak sima. Le fogunk fordulni. Nem fordulunk. Vagy hát bal, megyünk egyenesen, igen, tovább. Hát, megyünk, igen, de balra, a bali elágazásnál vegyek. Na gyere Adrián, gyere. Bali. Milyen kormány írják a chaton? Macho 32. Fő, igen. Hát így most a nevéb. Szandika, cucám, nézd meg ott, ahol félre van rakva a régi kormány a nevét. Nézd meg, mi van ráírva. Mindjárt kislányom megnézni, mert... Ott... Hát, de most azt ki tudja, hol van, cucám. Ott van a sarokban a kormány. Hát, jó, most sztrájkol nem akarja. Éve óta. Ferenc kapitány, hát mi újság van? Te rég láttad. A Ferenc kapitány. Hát, amióta megfőztem azt a Mikey krémes kenyeret, ja, azóta nem láttuk Ferencet. Úgy döntött, hogy ahhoz nem adja a nevét. Ja. Tényleg, és mikor folytatod a főzést, Axel, ha már itt mindent folytatok, tehát párhuzamosan minden, csak most olyan melegek voltak, én strandoltam inkább napközben, meg minden, az elment az egész nap, de hát még ebben a hónapban azért még sokat akarok játszani, csak a július lesz majd olyan, hogy mi azért inkább tényleg én is kiveszek egy hónap szabadságot. Hát tavaly nyáron is így volt, tehát most is azért... És akkor, de még ebben a hónapban még azért nyomjuk. Csó, azt kérdezik, hogy kb. Mennyi pénzért vagy ingyenes? Ej, simán ajándékban. Csak egy posta címet valahogyan juttass el, és bárkinek, akinek szüksége van, felajánlom. Megy nálad most, Csó, a live, vagy nem megy? Nem megy sajnos. Most, hát ugye azért ezt mondtam, nem tudom, vagy azért, hogy Axel lelállítottam utol, és ugye most el volt, nem volt jó a gépem, ugye az alaplapon meghalt. Most szereztem egy új gépet, erősebb videókártyával mindennel, és még nincsen visszatérve az a OBS program. És ugye ezt meg abszolállította be a múltkor is, és én nem tudom, hogy kell beállítani. Tehát még ha vissza is csakol, nem tudom, hogy kell beállítani. Aha. Na, Matyó, akkor én azt tudom javasolni neked, hogy streamen jelölt be Ágyus Gyót, és ottan tudsz neki üzenetet küldeni, és akkor ott megbeszélitek a részleteket. Vagy esetleg a Discordon be vagy regisztrálva, ott is rá tudsz írni. Hogyha ja, így van, vagy akár beszélhetünk is majd. Ott a... Úgyhogy ennyit tudok. Tehát én a posta költséget semmit nem kérek el. Én saját erőmből feladom, szívesen bárkinek felajánlom. Nem egy modern kormány, tehát azt hozzáteszem, tehát csak nem hagyjál. Axel, azt annak fűrik én magunk hátra az izzadságban. Na, te ez már megint miattad volt róka, látod? Csak most a másik oldalát is meghúztam a kamionnak. Ott van a Discordnak a meghívója a leírásban. Axelnál is megy ám a live, gyerekek. Így van, meg hogy se azt csinál. Ott dobjatok egy lájkot, meg iratkozzatok föl. Hagy legyen meg neki az 1800. Adriánnál szerintem az angliai térképet mutatja. De az még mindig ott megy. Adrián, szerintem nem az öcsém vagy? Ferencem, azt akarom mondani, hogy megfűztem a paradicsomlevest. Kiborítottam, ugyebár.
a földre mindenestől, ami benne volt minden, és újra beletettem az alaplét, és a Spinky mondta nekem, hogy ugye újra beletettem, na itt van Goku, és újra beletettem megint az alaplét, ütten csak éppen nem fűszereztem meg azt a paradicsomlevest, mert utána elfelejtettem. Amilyen, voltak ilyen kis, de azért ajánlgattam mindenkinek, hogy szívesen, maradt még belőle sok. Sőt, még is takarítottam a konyhát azóta. De most te igaziból főzöl, és a főzőműsor, vagy valami játék? Igen. Hát ez inkább játék. Igen. Cooking szimulátor. Két gombócosat. Legyen benne citrom, meg valamiért. Rátizom tudtam. Annyira furcsa az irányítás, hogy lemegyünk jobbra. Igen, mondta. Ó, szegény Adrián ott ragad. Adrián, nagy baj van. Mi elmegyünk jobbra. Már lehet, hogy ő meg ott fel tud menni. Bocsi. És lehet, hogy utánunk tud jönni. Igen. Bocsánat, csak nekem van a lányom is, aki néha. Semmi, csak padlófékeztem én is. Bocsánat. Átmertél volna rajtam, nincs ütközés. Miért nem csodák? Mondta Ferenc, hogy könnyesen nevette magát főzés közben. Nem tudom min. Biztos, csokit kérek szépen, vidd a lány csokit, igen, biztos kérek. Bud Spencert nézett közben a másik mi szemével, van, vagy valami. Állam, mert mi van? Nem, ezt is le kell fúrnom, mint a másikat a lényit. Mindig elmegy a padlón. Na, Adrianuk megérkezette. Jaj, gyorsan fel kell olvasom, 1226. fejtágító, mielőtt eltűnik. Második Figyes német-római császár átadja Itáliában, Itáliában járunk. A német lovagok magiszterének az úgynevezett Rimini aranybullát. Aranybulla, ez igen, ezt hát, adom, hát, aztán azt nem mondta, hogy nem emlékszel. Na de nem ezt az aranybullát, tehát mi magyar aranybulláról tanultunk szerintem, vagy ez nem ugyanaz szerintem. Ugyanaz? Nem, de erről is tanultunk, a Riminiről is. Arról én nem tanultam. Nem? Biztos hiányoztam. Lehet. Ez valamiért erről emlékszem. Hát aranybullára igen, de igen, a Riminiről hát nem. 1222-ben volt. Ennyit oké. 1226. Mindenki jegyezze meg. Igen. Gyorsan. Ugye, hogy társaságban gyorsan telik az idő? Fél óra? Hát, amikor egyedül játszottam, alig akart lemenni az a kuvad az ilyen. Hát persze, mert... Mondjuk igaz, hogy én már ilyen 3-4 ezer kilométeres kuvadat... Főzzünk együtt, Axel, a következő része mikor várható? Ez várható a napokban, gyerekek, annyira, hogy el is mentem a cél mellett, úgyhogy szerintem ide kellett volna befordulni. Ja, így van, nekem is. Menjél, Joe, mert beléd tolatok. Legyek, én csak hát... Menjetek be nyugodtan. Rá tudsz menni, nyug, menjél rá. Na igen. Hát meg kéne próbálkozni most már. Vészségemre, kormánnyal vagyok. Meg kéne próbálkozni a rátulatásra. Én nem szeretek tovább. Én bocs, de sietek. Ja, azt nem sikerült. Jó, nem volt olyan opció. De szomorú vagyok, hogy nem volt olyan. Nem volt olyan, hogy nem mondom. Jó lett, jó. Jó van, én betolatok. Olyan régen tolattam már, hogy... Ó, de szuper. Helyre kell betolassak. Vidd a lány, hozhatsz nekem csak is. Írtam neki Discordba, jó, majd mikor végeztünk a játszással, akkor úgyis vissza fog válaszolni a Csó, jó? Írtak neked Csó Discordba. Igen, rájöttem. Gyerünk, Axel, szépen parkolj. Szépen parkolj, csak már most kihagytam pár hetet, kijöttem a gyakorlatból. Nézzük, hány százalékosak lettünk. Ánya. Kiváló. Ó, kinek van ilyen brutál jó kapcsolatban, ezt megkönnél.
Milyen kamiont? Ez ki itten előttem, Andris. Anyám, de jó kamion, de jó néz ki ez a színezés. Nem kapcsoltam be a távolságot. Mámi, mi? Pillanat. A kamionod. Elsősorban. Az trendmel. Hát a céges kamion. Hát bizony, te is tudod hol van. Nagyon jól néz ki. De a Falcon Group-nak a céges. Nem töröltem, hanem... Jajaj, ja, túl sok nagybetűt használtál. A bot kivágott. Köszönjük. A másikat. Ja, a kisbetű, így van. Az kéne. Meg van ott a pót is. Na, menjünk tovább, akkor itt vagyunk. Itt vagyunk Firenzébe, és nekünk ugye nápolyi fuvart kéne legfőképpen. Na, hogyha lenne esetleg Cagliari, vagy csak nézzük már, mik ezek a városok. Olbia, vagy Sassari. Na, ezeket is nézhetjük, mert lehet, hogy olyat is találunk. Mit mondasz? Hát nézd meg, ott van mellettünk a sziget, Cagliari, Olbia. Na, meg... Nápolyba nekem mutat. Igen, ha más nem, akkor megyünk Nápolyba. A nápolyi az mondjuk anyadik, nehéz. Az nekem ilyen túlsúlyos az a nápolyi. Ne, azt el tudod vinni. Nem biztos. Nem olyan túlsúlyos, azt engedi, azt a múltkor is vittük. Hello. Jó, de... Sasari. A felvezető autósat nem... Anyadik oldalon vagytok, azt mondjad. Nekem a harmadikon mutat. Ja, Adrián, elköszönt. Szevasz, Adrián. Köszi, hogy jöttél. Aurelius, üdvözlöm. Valakotóiban van egy Sasari fuvarom. Hamburg, Ostjén. Hamburg, Boroszló, Stuttgart. Nagyon kis izék, néz, hát ez meg nem erre van. Catania. Megint visszafele. Nápoly. Nápoly van nekem is. De neked is túlsúlyos, nem? Az még nem olyan. Ez nem olyan túlsúlyos, akkor hogyha piros. Ha piros vagy sárga, akkor... Így van. Hát nekem sárga. Vagy mi az? Mi a sárga? Nem úgy, hanem mikor mutatja azt a csíkot mellette, hogy piros-kék, vagy piros-sárga, akkor nem tudod vinni észre. Ezt még tudod, normál fuvar. Ezt tudod, mert ez normál fuvar. Na jó, hát mindegy, vigyük, bulldozer. Jó, hát majd látjuk akkor. Na, akkor gyerünk Nápolyba. Na, akkor... Igen, de hát vagy egyedül viszem, tehát most már Nápolyba találkozunk akkor. Ha kidob a szerú, akkor Nápolyba találkozunk. Igen. Nem fog kidobni, hidd el nekem, mert hát én már vittem ilyet. Annyi, hogy most el kell menni érte 83 kilométerre, valószínűleg. Jaj, de jó. Úgy... Eddig még itt vagytok, de majd ha felpakolunk, lehet akkor fog kidobni. Na, majd meg nem fog kidobni, Axel, ne izgulj. Hát csak én jártam már így, azért kidob, izgulok. Én azért vagyok ilyen izgulós. Ha kidob, akkor abba hagyom örökre a streamelést. Na gyerekek, most mindenki izguljon akkor. Nem kell izgulni, Axel, a Volvo meg pláne elbírja, tehát... A legalapvetőbb. Tehát én csak erőködni sem fog a kamionon. Szia, Aurelius! Vidrány viháncol, mi? Fiúk, lányok, nekem egy olyan kérdésem lenne, aki engem kék pöttynek lát, mert én valahogy, nekem valami nem nagyon szokott sikerülni ez a Steamen való barátjelölgetés, meg minden, aki akar, nyugodtan jelöljön be a Steamen barátnak, hogy főt legyek, mert én nem nagyon értem ezt a logikát, hogy hogyan kell. Jöttök felvenni? Jövünk. Itt vagyunk a hátad mögött, itt nyomjuk. Ajaj. Főnök! Óvatosan ejtem le a szappant akkor, ha itt vagytok mögöttem. Ismerd a kabarét, nem? Fedezze magát a bábornal, hogy csőkedik. Köszönöm. Köszönöm szépen Aureliusnak a lúcot, jó vezetőt! Marcus vezető. Aurelius! Axius! Be is mentem. Én most ilyet nem tudok csinálni, mert hogy most játszok. Induljunk. Ez nem ilyen áthajtós? De hát lehet, hogy van áthajtós is, de most én mentem Axel után aztán. Szevasz, Dorina! Oké. Na várjatok, megyek én is! Köszönöm! Nya! Vezetés közben lehet fagyizni?
Hát lehetné, de lehetne. Axel, fék, azt írja. Fék, ja, hát nem minél jött össze. Minél egy korlát. Aha. Már ott elvittem egyet. Most már, tehát hát, róka nem miatt nem balról, nem jobbról megvan. Aurelius miatt már szemből. Tudjátok, mindig mások kell kenni, tehát ne. Mizu Aurelius, mesélj valamit, vége a melónak, vagy nincs? Még hátulról nem törtem össze. Azt majd megoldja más. Hát én tudom, hogy gyorsan megyek, de lefelé gurulok most. Szia, Enigma! Nekem oh, van, ezért van, szigetre van fuvarok. Nem, hogy bejönnél Zsolti, csak itt írogatsz a cseten. Hát már itt kéne nem, beszélgessél én... velünk. Be tudsz lépni, meg rangot is kapsz. Hát ott van Kostya Alci videója alatt, ott van a Discord csatornája. Ja, miattad, ó, csak viccből mondom ezeket is. Itthon vagyok, hál' Istennek, pihengesse sokat. Még már is köszi a lúcot. Mi lesz az állatkertből, hát megy rajta az úthenger. Lutra album. Lutra album, vagy valami ilyen. Az. Hát megyünk le jobbra. Uh-huh. 16 kilométer. Ennyire jobbra? Itt ennyire jobbra. Hány fokos a kormány? Mondtam, hogy 180. Hát ilyen melegben 35 fokos, de ha kitesszük hűlni, akkor csak 22. Viszont én nagyon jól tudtam bele játszani, tehát... Ugye, ha jobb kormányt akar, az végén lehet lenni Logitech G29-et is. Hát most ugye én azért mondtam, hogy... Jó, ugye megérkezünk. Szia, elég ma. Csak nem azért, csak azért mondom, hogy ajándéklónak ne nézd a fogát. Megkiverik. Sörre! Ramesz, köszi a lúcet. Érdekes, hogy ez jobban chatbarát azért ez a játék. Most utóbbi időben az játszottam egy-két játékkal, amivel én már most ebből kezdem el lemérni, hogy melyik játék milyen, de van, amelyik tényleg annyira elvette a figyelmet, hogy itt mentek a történelmi fejtágítók is, és csak azt vettem észre, hogy mennek, és egyszerűen még azt se tudtam beolvasni, mert annyi volt, annyi minden. Volt egy kis... Vajtok, itt nem jó irányba jövök, vagy hogy van ez? De jó, miért? Hát de... Ja, hogy itt meg be kell menni. Ja, csak ez egy ilyen nagy építési viszont terület. Viszont, Axel, van egy kis gond. Na. Dani is fog eltiesedni, majd jössz. Ki fog eltiesedni? Várjál, már itt kell bemenni. Ott, igen, ez egy nagy ív. Nézzem már meg, hogy hol a bejárat. Ez a bejárat. Ez a föld. Lesz majd ilyen rámpa, azt már kell menni. Ezt is tudom ezt az erást. Na, te jártál már. Az zöld. Az megvan véve akkor. Ho. Na. Mondd a rázs, na, hanem... A1-es után vagytok? Már 9 tudom. Tudom, hogy 9 tudom. Én már kijöttem onnan. Már ilyen gyors vagy? Látjátok ezt a sok dobozt, itt ott van a dugi szajré. Hozom haza. Hozom haza a családnak a sok gumicukrot meg. Kitartást a melóhoz felé. Hova mentem? Aha, nem szia, vigyázz magadra. Már szerencsébe kijöttem ma. Köszönjük, voltam. Ti vagytok. Veszik föl a kubban. Nem számos. Ja. Most lesz az, amit én mondtam, és most dől el, hogy Laci abba hagyja a streamelést, vagy nem. Nem fogja abba hagyni. Akkor nem vagyok ugyan félben. Ott van, jó koluk, hogy már lehet le menni. Akkor megvált el kert. Annyi, hogy a villogót is tényleg használ. Na vajon, sikerül hát gyere, Feri, le. Hát akkor bye, Feri, én most nézem, hogy te mész dolgozni. Na, sikerült elsőre fővenni. Hú, Axel, kivágott a szeró, abba kell hagynod. Na, egyetlen vagyok. Komolyan.
Akkor megváltateket. Na, én már fölvettem, itt várom. Ja, munkagépet a tesóknak. Ja, visszük a dolgos embereknek. Uh-huh. A jó munkás embereknek. Most úgyis építik az M9-es autópályát, oda kell a gép. Szia, Dorina! De annyira ne siessetek, mert még én földúton vagyok, nem? Megálltam itt a piros lámpánál. Jó van, mindjárt fordulok balra. Most jön ki. Jól van. Uh-huh. Majd valahol tankolni kell. Igen? Mm. Neked tankolni kell? Uh-huh. Hát hány kilométer? 554 még, az nem sok. Hogy mondod, lányom? Annyit szerintem már kibír. Mit? Hát kibír neki a tankja 554-et, vagy ha nem, akkor... Kibírja, hagyjatok csak én közben játékot állítottam. De azt hiszem, nyugodtan előzd meg engem, mert... Lehet, leúztam 40 fokos rázzal. Basszus, most kapcsolatom, hogy a játékbeállításnál meg be volt állítva a párat, csak mindjártok. Jól van. Hát, ez nálam is be van kapcsolva, meg a bírság, és meg minden hülyeség. Igen? Persze. De kis mazoisták vagytok. Szeretem, most vágyi pénzem van, és simán belefér, hogy... Engem akkor is idegesít. Hogy állandóan csak azt hallom, hogy veszik le azért, hogy nem, az, nem lehet úgy menni, ahogy akarsz. Ha simán egyedül játszok, akkor én használom. Hello, szia Letti. Multiban nem szeretem, mert most érted, én miattam megálljon mindenki. Itt van Letti, köszönjetek. Szia Letti. Szia Letti. Köszönt. Szia. Mizu Letti. Rég hallottunk felőled. Hát régen kamionoztunk, biztos azért. Régen jöttünk be kamionozni. Na most nekem megint később mutatta azért, hogy játszottam. A YouTube? Mhm. Pedig még be is akkor volt. Akkor már feljönni a nap. 4 azért. Óra 18, hát most már lassan hajnalodnia kéne. Üdvözölnek a csetemen amúgy Letti, Alexi és Ferenc is, de Ferenc az épet aludt. Uh-huh. Kabesz, te is már mit írtál be? Ja, mindenki nagybetűvel jön, és mindenki megbolondult, hogy direkt kirugatjátok magatokat? Milánó, Bologna, hát még mindenki eldönteti, hogy Bolognait akar-e vacsorázni, vagy Szardíniát, de hát én már most úgy jövök vele, hogy legyen Szardínia. Legyen Szardínia, mert imád jobb a Szardíniát. Igen, nem egy kicsit hülyén kezdődik a neve, úgy mint a szarvas, olyan mint a Szardínia, de attól biztos finom, majd meglátjuk. Azt írják, hogy jön föl a nap, Axel, akkor ne igyál többet. Jó. Aki öndönt, iszik vagy vezet? Iszok és vezetek. Ó, kezd már látszódni a kutyám, jön már fel a nap, jól van. Ez is egy fokmérője, hogy mennyire van világos. Látszik-e a kutyám, vagy nem? Tudjátok, miért nem jól játszani veletek? Nem mindig itt a szöveg áll, hogy ne menjél gyorsan, lassíjál. Pedig nem is megyek gyorsan, szerintem. Én azért nem szeretek játszani veletek, mert nem tudom nézni a videóitokat. Ja. Hát nézed csak, akkor szalakorlátos lesz, mint az én csatolvasás. Most nem tudom, mert még nincs összekötve a control monitorom még. És milyen amúgy a videókártyád, mit észlelsz rajta? Milyen változásokat észlelsz? Hát ég és föld, mi? Hogyne, figyelj, minden ultrám van. Tehát minden. A Seven Days to Die játék, hallod? Megijedtem a játékból. Hallod? Megyek, mondom, milyen felé. A fölöttem röpködő madár, tudod, a sivatagos területen, az árnyék olyan életmű volt, hogy megijedtem az árnyék, madár árnyékát, majdnem előttem.
megijesz majd a saját árnyékodtól is, vigyázz el. Az az, az előbb. Amúgy van nálunk most egy Darkness Pass módolt szeró, ha van kedved, akkor... Ja, hát most már jobb a géped, akkor nyugodtan. Az az igazság, hogy attól függetlenül még ez az új verziója a szövetésnek, akkor sem tetszik, hogy jó a videókártyám. De megmondom őszintén, én a 17-essel a büdös életben fogom játszani. Hát pedig jobb, ha hozzá kiszoksz, mert mindjárt jön ki a 18-as. Hát az szavaz lehet, kukac. Hogy talán nem lesz ennyire elcseszett. Az még ennél is elcseszett. Számomra elcseszett meg. Azt kérdezi tőled Kukac itt a chaten, hogy miről váltottál, mire? Tehát milyen kártyád volt előtte, meg milyen lett most? Hát ugyanúgy egy Nvidia-n volt, csak egy 1 gigás, ilyen nagyon régi. Meg igazából az alaplapom volt már egy kicsit régi, még 1155-ös volt az alaplapom. És most, most lett egy... várjál, most nem akarok ilyesére, 1151-es létezik olyan? Létezik, igen. Meg a videókártyám lett egy Nvidia GeForce GTX. Menj ki tankolni, bocs. 10-15, hát nem, azt mondtátok, ne álljunk. Ja, de hát nyugodtan, én csak hülyéskedtem, hát ha tankolni kell, ja, akkor nyugodtan. Ja, hát még figyelj, 480 km 630-ra van. Nagyon ijesztő játék, azt írja Alexandra. Szóval visszatérve, tehát egy... Van csak kis Dorina, hú de jó. Tehát 15-es T is a videókártya. Na. Kérek egy csak kis Dorina. Gyere gyorsan, hozd ki Németországba, itt vagyok. Ja, és akkor egy i5-ös negyedik generációs proci van benne, 8 giga RAM lett most benne. Na. Úgyhogy hasít, tehát... És 70 ezerért vettem kompletten az egészet. Na, hát ez még nem is volt nagy pénz. És akkor ma gondolom, ez szép lassadunként még fejleszted. Hát majd persze valószínűleg. Így van, nekem is 10-50 van. Tehát még azért a RAM-ot azt mindenképp tovább akarom fejleszteni azért szerintem. Én is még. Azt kérdezik, hát biztos használtan gondolom én, mert... Igen, de hát akkor is megérte szerintem. Hát újonnan csak a videókártya lenne annyi. Hát én, amit most nekem nézett lielig ma, csak a videókártya 198 ezer forint. Jó, de hát azt gondolom, hogy nem 4 gigás. Hát nem. Hát nem. Hát Laci, de... nagyon extra gépet fog majd cserélni. Extra gépet, igen. Tehát, hogy mondjam, én azért annyira nem vagyok benne így a streamelésben, mert tehát én azt mondom, hogy szerintem arra, amire nekem kell, ez így külön előtt. Én sem vagyok benne nagyon, de például a Seven Days is, meg most már ami új játékokat vettünk, azt is érzem, hogy túlforrósodik, meg akadozik, tehát nem... Tehát én kompletten vettem egy kész gépet, ami valószínű, hogy nem úgy bírja a dolgokat, mint ahogy én azt gondoltam. És ezért lesz csere. Mert milyen a tiéd, hogy mekkora most lehet? Hát most jelenleg egy AMD Ryzen 5-ös 1600-as processzor van benne, egy 8 gigás videókártya, egy RX 480, 300 wattos táp, amit nem is értek. Az nagyon gyenge, az nem? Hát igen, de ez egy gyári, tehát ez egy Siemens, vagy nem tudom milyen... HP. Vagy HP. Tehát ez egy... És nem gondolkodta, hogy váltasz Intelre? Mert azt mondják, az AMD az nem olyan jó játék. Nem gondolkodok, maradok AMD-n. Tehát én nem csalódtam az AMD-be, hanem nekem a játékaimnak a legtöbb része olyan játék, ami nagyobb gépig. Patrik, köszi a feliratkozást. Tehát én maradok a Ryzen-nél, tehát így nézte az Erigma is, hogy Ryzen 7-es processzor kerül bele, csak nem 1600-as, hanem 2600-as. Szevasz, Patrik! Érezd jól magad itt nálunk. Akkor az AMD-nél is olyasmi lehet, mint az Intel-nél, mit tudom én, hanyadik generációs. Igen. Tehát én elmondom őszintén, én mindenkinek csak javasolni tudom, hogy Ryzen processzor, mert szerintem amúgy meg egy tök jó. Mert addig még nem streameltem, abszolút nem akadt a gépem. Tehát szó szerint én nagyon jól érzem a játékot. De Taxelnak is Ryzen procia van.
Így van, Axel. Hát igen, meg nekem 7-es, de másoknál én is nézegettem, hogy ilyen teszteket is, meg nézegetem másoknál is, akik streamelnek, mindenki meg van végig is elégedve vele, tehát... Én... Hát jó, persze, én most nem, annyira nem... Nekem az bejött ez a dolog. Én nekem egyszer volt AMD-m, de akkor még nagyon, mikor még ilyen Pentium 2-esek voltak, meg 1-esek, tehát én utoljára akkor láttam AMD processzort. Gyere, Patrik! Ez EU4-en megyünk most kivételesen, mert múltkor nagyon sokat ütköztünk, meg Lacit le is tiltották egy időre, meg voltak zűrök, de hát most EU4-en megyünk. Most nyugi van, csetet olvasom, beszélgetünk. Most csetet olvasom, ja, az a baj, hogy... Most ilyen nyugis, lájtos, csetolvasós, csillezős. Az a baj, gyerekek, nagyon sokan szoktunk menni, és múltkor is mentünk a Zsoltiékkal, és szó szerint figyeltem, hogy ne ejtsek másba kárt, ugye? A másik meg az, hogy egy kocsi elém vágott, befékezett, én bekerültem a másik sávba, lehajtottam a másikon, és ahogy jöttem vissza, az szembe sáv volt, mert nem volt választásom, és ki is bannoltak rögtön. Mert azért jöttünk az egyrészt én miattam. Megyünk majd az EU2-esen, csak valahogy még arra erőt kell kapnom. Hát igen, rengeteg sok baleset szokott történni, már nem csak velünk, hanem van, hogy előz minket, ugye mennek, mint a szélvész, előz minket, közben szemből jönnek, így mellettem ütköztek szemből össze, meg szóval én is így kameráztam, mit műveltek, szevaszriát, köszi a feliratkozást. Ja, nem is Levente iratkozott fel, nagyon szépen köszönöm Szántó Leventének. Milyen balesetek történnek az EU2-n? Üdvözöllek itt a csatornán benneteket. Főleg Galais, meg Duisburgna. Ja igen, Kalaisba, igen, ott nagyon. Meg... Köszönöm szépen Lielligmának a lúcot. Pistike, jött irodalom órán egy tanár. Én megszól hozzá, Pistike. Ma óta. Mit én ma hallottam, mert és kipróbáltuk, és ma. Így van, megy. Megy a dolog. 1:35. Kérdezi Rihárt, hogy mióta megy. Hát ma óta. Igen, ma jött ki, mert van egy ilyen Facebook csoport, EU, gyorsan, RTS 2 Hungary, ilyen a legfrissebb információk, de azonnal mennek ott a máma délben, hogy máma délben, mai napról is. Gyere, előző nyugodtan, gyere! Előző. Ja, nem azért véletlenül, mert szemből néztem a kamiont itt. Ügyeskedek, csak így mutatom a kamionjainkat, aztán majdnem neked mentem. Aurelius, neked is köszönöm szépen. Jó, mehetsz nyugodtan. Írja is, amúgy, visszatérve a dologra, írja elég ma, hogy régen igaz, nagyon szarok voltak az AMD-k, de mióta kiadták a Ryzen-eket, azóta ott vannak azon az Intel szintjén még olcsóbbak is. Hát így, árban mindig is. Persze, hát azért az Intelnél ott a nevet is megveszed ám, tehát azért valamiért ott ez olyan, mint a cipőkben, hogy most Adidas, Nike vagy mit tudom mi, tehát ugyanaz a cipő, csak más a neve is azért drágább, tehát és ezt nekem elhihetitek ez a szakmám. Hát az így van egyébként, persze. Szóval futsz ide, Dorina? Jó. Na körülök, mert én imádom a csokoládét, hozhatsz ide, teli van a hűtőm, de azért van még hely benne. Jöhet, én olyan vagyok, mint gombócartod. A kerek csokoládé, a lukas csokoládé, a magyaros csokoládé, a kocka csokoládé, a gömbölyű csokoládé, a tej csokoládé, ét csokoládé. Tej csokoládé. Én is imádom a csokoládékat. Ja. Hát finom is. Mit? Persze. Ugye a névetül azt mondja, hogy amúgy vigyázz, mert gyorsan hajtasz. Lényegében ezt mondja. Igen, egy alapfokú német nyelvoktatás is zajlik Kocsialacinál, itt mögöttem jön a kamionnal. Ugyanis németre van állítva a GPS. És lehet gyakorolni, hogy a következő keresztülésnél fordulj jobbra. Ki mondja német? Én a másik játékra az angolt állítottam be. I don't do it. De amúgy a legdurvább, hogy én be akartam tenni Jáksó Pali bácsit, mert megmondom őszintén, meg a Pali bácsit, meg a Gyuri bácsit is be lehet, meg most már Borit is be lehet tenni. A Bori az eddig... Így működik. Van, kukat, nekem is. A játék, eltűnt a Bori.
Tehát nem értem, hogy amúgy miért vagyunk mi kevesebbek magyarok, mint más országok, tehát hogyha más országnak is be tudták rakni a GPS hangját, akkor szerintem egyet legalább mi nekünk is berakadtak volna. Írjunk alá petit. De mi gyarmat vagyunk, jobb, ha tudod. Igen. Orbán Viktor elintézte. Hát ezt már régen elintézték. És majdnem mondtam valamit. Ne politizáljunk, szerintem jobb. Nem, azért nem. Engem az nem zavar, mert politikus vagyok, tehát. Na, hát ez még jó. Tényleg, tényleg mondta Joe, hogy szokott indulni választásokon. Hát most is indulok, persze. És minek? Polgármester. Az jó. Akkor ezentúl polgármester úrnak fogjuk szólítani. És milyen színekbe indulsz, amúgy meg lehet kérdezni? Meg lehet kérdezni, most komolyan bevállalod, hogy videód alatt politikáról, tehát ennyire belemegyünk? Nem, bele, én bevállalom, engem nem zavar igazából. Hát jó, csak most tudod, most nem. Ó, hamapi, porzik a tank, hogy volt az éve, függetlenség napjában? Pirosan van a tank, porzik a tank. Na, de amúgy nem titkolom DK. DK, az a Gyurcsánynak az így új. Így van, így van. Szevasz, Szili! Nincs ebbe semmi baj, hát figyelj, kinek a papni? Nekem meg a lánya. Na, a tankolásnak kapcsolatban, elméletileg automatikus tank nem kell megállni. A politikus. Jó, hát az annyira nem keményen, tehát csak én, tehát hogy mondjam... Nem keményen, csak polgármester választáson indul. Hát nem keményen. Településen azért, itt annyira nem kemény a politika, mint Budapesten, meg ilyen nagyvárosokban. Na, már nem vagyok rajta. Messze nem annyira, tehát azért nem úgy kell elképzelni, mint a nagyban a parlamentben, tehát oda esélyem sincsen. Meg oda nem is vágyok, tehát a bolondok közé nem vágyok azért. Hát persze, de ez mégis megtisztelő amúgy, hogyha te a saját városodban, tehát hogyha te ott úgy falu, érzed, kis falu, valáros község, most akárhogy is nézem, tehát ez meg egy szép gesztus, hogyha te bevállalod azt, hogy ott azt a kis közösséget úgy gondolod, hogy te képes vagy elvezetni. Hát figyelj, elég sok mindent már így képviselőként is elintéztem ebbe a faluba, tehát... És nem azért, hogy de például az új játszóterünk, ha nem vagyok, nincs. Temetőben a kerítés felújítás, ha nem vagyok, nem járok utána, nincs. Az önkormányzatnak a weboldalát, ha nem csinálom, nincs. Tehát ott is, azt is én jártam végig a tárhelyszolgáltatókkal kezdve. Hát én töltöm fel rá az adatokat, minden úgyhogy. Tehát a kultúrháznak én vagyok a úgynevezett igazgatója. Jól van a kutyám? Most már jön fel a nap. Bocsánat, csak közben megkérdezték, hogy jól van a kutyám, de azt néztem én is, hogy már mindjárt 6 óra van, most már azért jön fel a nap, úgyhogy végre. Na, bocsánat, szabad vágtam, elnézést. Ja nem, nincs, ennyi csak. Írja. Mondjad. Sötét. Nem, igazából a kultúrház részét szeretem a legjobban, tehát... Az, amiért. Ó, de jó benzinkút, gyerekek, nekem muszáj. Ó, de jó benzinkút, tök mindegy milyen benzinkút, csak tankolni lehessen. Ja, úgy csak közben megvan. Tankolni szeretnétek? Hát, most ha már ő kimegy, akkor én is. Hát. Akkor kimegyek én is. Közben elolvasom Aurelius-nak a üzenetét. Most dolgoztam 3 heteki küldetésben a Siemens német tagjaival. Elég érdekes voltak, mindig hangosan beszéltek. Igen, a németek amúgy hangosan beszélnek, meg hadarnak, tehát azt tudni kell róluk. Az olaszok tudnak nagyon hadarni. Hát a németek is, arról van szó. De én még a legdurvábban azt mondom, igen, Noinutat adjál nekem, én tankolok egyet, jó? Szóval azt kell tudni, hogy még akik én véleményem szerint rettenetesen hadarnak, azok a pollandok, lengyelek. Rettenetesen gyorsan beszélnek, gyerekek. Mi a túlmentem a tankolón? Basszus! Gyere vissza. Na addig felolvasom már, még tankolunk 1227-ben, töri fejtágító, Béla herceg megtéríti a moldvai kunokat, Robert esztergomi ilyesek megkereszteli Borz vagy Boricius kun vezért. Na, megtérítették őket. Hm.
Köszönöm szépen Aurelius-nak is a mosolygó smiley-s lúcot közben. Polgármester úr szavába bele lehet vágni, kérdezi Kukac. Megy, kóstolgatnak most már Joe. Hogy? Hogy? Azt mondja, a polgármester úr szavába bele lehet vágni. Én nem olyan vagyok, tehát vagy nem is hallottak. Egyszer. Én azt mondom neked, figyelj ide Kukac, én azt mondom neked, hogy egyszer. Aztán repülsz. Én miért nem lekapcsolja? Pani már egyekezd világosabb lenni a szerver. A délután voltam fent, lengyel rádiót hallgatok már egy 10 éve. Bitang gyorsan beszélnek a reklámokban, azt mondja Kukac is. Ott muszáj gyorsan beszélni, mert 20 másodpercük van egy reklámra elmondani. Tehát egy átlag reklám 30 másodperces műsoridőt kap, tehát, de igazából 20 másodperc alatt kell elmondani. Jellel minden neve együtt. Azért beszélnek a reklámok, hogy gyorsan. Kérdezze meg ezzel Úrsárcsa is, vagy ott a részét tudod. Axel, beakadtam, hallod? Hát kormányozzál, aztán majd kijössz. Fönn akadtál? Hogy akadtál? Hát én nem tudom, hogy de mindjárt megnézem a múltját. Jaj, nem jut nyomok. Hát nem úgy nézel ki, mint amiben lenne akadva. Mindjárt megkérdezzük már a kutyámat, ő csak tudja. Be van akadva Kostyár Laci? Nem, azt mondja, a kutyám azt mondja, hogy nem, tehát nem vagy beakadva. Be vagyok én. Te csak azt hiszed? Na ugye látod, hogy tudsz mozogni. Ez a kutya, ez meg mindent tud, igaz? Okos vagy. Ülj előre. Nem szóltatok, hogy lemaradtatok, én meg elindultam. Ne indulj el. Ápolyban kikötőben megvállalt teket. Juppi, induljunk meg. Na. Kiszabadultunk innen. Okos kutya vagy, ugye? Mondd már meg, okos kutya vagy? Na, okos vagy, igen, igen. Hát csak olyan szerényen bólogatott, te okos kutya ez azért. De... Okos kutya, okos kutya. Olyan szerényen bólogatott nekem. Nem szereti hirdetni, hogy milyen okos. Na, úgyhogy... De különben Axel visszatérve azért a OBS-re, meg azért az ember megszok valamit, és elromlik, hogy valami hogy tud hiányozni. De én néztem a videóitokat, ami nem volt ugye gépem, csak nézni tudtam. De én nekem úgy hiányzott a streamelés. Hát ezt nem tudom inni, hát azért. Szia Gabes! Szia Flegma! Szevaszíti! De igen. Panyinak, nem köszönöm. Imádod ropogtatni, tekergetni magad? Na erről live-olhatnál egyet, Fanni, ezt megnézni. Na jó, nem, csak vicceltem. De. Na. Jó, én is, Fanni. Jenő is. Jövök, aha, azt hiszem, hogy jövök, talán. Mennyi van? Hát a 135 km. Jó, és akkor odaérünk ugye Nápolyba, és Nápolyba pedig átnápolyizzuk magunkat a Szardínia szigetére. Úgyhogy, úgyhogy ez lesz, most már itt vagyunk. Hát mennyi idő a tértünk, egy negyed hét, akkor hogy kezdtünk mi? Ja, 5-kor kezdtünk, ugye? Hát akkor, fúha. Meddig tart a live? Hát nem, amíg... ja, én nem azt néztem, amíg... hanem ennyi időt értünk le idáig Minkemből, én azt számolom. Elég hamar leértünk. Hát addig tart a live, ameddig bírjuk. Amíg kedvünk van, jaj. Hát még most 77 azért perc megy. Hát még most ugye bejárjuk majd ott, hát nem sok város van, azt hiszem, hogy három? Hát három, vagy ja. kettő vagy három város van ott a szigeten. Azt azért ott fel akarjuk fedezni, veszünk garást, meg minden. Július végétől augusztus elejéig leszek szabadon 2 hétig. Én most vagyok 2 hétig szabadságon. Na, mi ez a piros? Valami pucca, ki van írva, lemlék pucca. Szia Zsolti! Ja nem, hazudok, jövő héten is szabadon leszek. Megint miket írtál, Gabesz, hogy dagybetűztél biztos. Ja, azt mondja, nem is a... Szórakoztok itt a botommal, aztán... Nincs humorérzéke, látjátok. Hát, szomorú. Beírja Gabesz, vicces fiú a Gabesz, és akkor beírja csupa nagybetűvel, hogy nem is használok nagybetűt, de csupa nagybetűvel ír, és akkor Botasz persze, nincs humorérzéke, az kivágja egyből. Szia Andris! Szevasz Andris!
szemembe süt a nap. Andis, te merre is voltál este? Csak nem hamburgerezni. És miket nem hívott? Olyan, annyira sokat evett, hogy 4:12-kor élt haza éjszaka. Ha, szép. Áthamburgerezte az éjszakát. Megyünk Nápolyba, akkor énekeljünk. Egy nápoly is, pár szem cukor, napul zsebébe. Igen, írja Alvorélius, hogy én most olyan szabit csinálok, mint te múltkor. Doktoroset. Kell olyan is. Hogy? Hát én elmentem a doktornéhoz, és mondtam, hogy én nagyon nem érzem jól magamat, és kérdezte, hogy hány hét, hát mondom, egy elég lesz, de kettőre is tudok venni. Hát most jövő héten én is úgy megyek 2 hét Szabira, orvossal. Hát nem tudom, hova rakni a lányomat. És nem ész nélküli kukasz, csak nincs humorérzéke. Megbeszéltem az orvossal, hogy akkor 2 hét tápénzre ki kéne írni, mert nem tudom, hova menni. Lakatos munkák. Köszi, Gabez. Uh-huh. Mert mint az őrültek jó tanácsot adnak ám. Azt mondják, hát én nem hagyom itthon egyedül a lányt, azt az ellenben. Ó, azt kéne a gyávítnek, hogy azt meghallja, hogy egyedül van egy 10 éves lány. Hát egy 10 éves lány még nem lehet egyedül. A Duna Tisza közét elöntötte az eső. Milyen, most mondják a hírekben? Nagyon akarnám, itthon tudnám hagyni. Egy van, le is tiltott. Egyszer mondok neked valamit, miért küldtél? Miért ezt nem mondtad, Andi? Szia, Humpány! Nem mondtad, Andi, hogy titok, hogy hamburgert ettél? Hát mind, sokan szoktak hamburgerezni, ez titok? Nem tudtam, Andi. Gyere már be hangba, gyere be beszélni. Ja, itt vagyunk. Gyere be, ott vagyunk Lacinál, gyere be, Andrisom. Kéne nekem egy jó csetolvasós, Andris. Le fogunk fordulni jobbra. 50 hambi per óra. Nem volt az 50. Csak 5. Igen, van ismerősem a möbetűs hamburgerezőnél. Igen? Poharat is tudsz szerezni? Mert akkor kellene pár akciós pohár. Az a falusi kólás pohár? A nem tudom, most hirdetnek valamit, én nem nézem. Az a falusi disztós. Hallod, Andris? Olyan kell? Mennyit adja? Andris, mennyit szeretnél, Andris? Kék, piros, zöld, melyen színű kell? Nápolyba vár minket Maros papi, hurrá! Hol vár? Nápolyba, hát az már 10 kilométer, akkor itt vagyunk. Itt vagyunk 8 kilométer. Ja. Hú, tényleg, ilyen hamar elment. Ennyig van, a két szalvétal veszekszik, az egyik megelégi az észérveket és kifakad. Akarod, hogy képen töröljelek? Ez olyan, mint mikor a anyuka, vagy a apuka, nem, anyuka eldönti, hogy hát most már itt az ideje, tervezőleg, és persze tartson a kislánynak, hogy hát mégis elmondja, hogy hogyan készül a gyerek, meg minden. És akkor... Ezt még én sem tudom. Akkor ezek szerint a aputtól vagyok? Igen, igen. És akkor, hogy is, most elbasztom. Ja, poéngyilkos leszel. Most már mindegy. Ja, és hogy a kiskutyák is, vagy a kis cicák is így ugyanígy készülnek? Igen. Hű, azt mondja, nem is tudtam, hogy apu ilyen sokoldalú. Na és ezt én most itt mondja, akartam. Miért oda? Ja, nekem engem másik úton akart vinni. Úgy megyünk egy kört, mert valaki elront. Mégis az az út is oda visz. Ja, az út is oda visz. Én mind akadok fenn, miért nem tudok befordulni? Aha. Na látod, én azért nem mentem arra, mert előre tudtam, hogy ott rossz lesz az út. Jaj. Jó, hát most már akkor menjünk erre. Nem tudom, véletlenül mentem a hát ugyanaz a fuvalt vettük fel, de mindegy. Ugyanaz a végcél is. Napadtam fel. Szevasz, Gabez, köszi, hogy itt voltál. Vannak ilyen dolgok. Na.
Hallod, ez tiszta gyagy ez a játék. Tehát semmit nem vagyok elakadva, semmi izé nincs. Na nézzünk egy látad, komolyabb parkolást, azt mondja, hogy tolassunk rá. Nem én csinálom, Szabolcs, hanem van egy bot, és ők meg direkt azzal szórakoznak, hogy nagybetűvel írnak, majd megnézem, megjött a bizonyítvány, nagyon jó. Csak... Jaj, oklevél, elismeri oklevél. Kiváló tanulmány eredményére, és ezt én kaptam? Nem. Vagy nem? Te kaptad? Igen. Hát, na. Csak két tantárgy dicsér. Egy négyesen van. Egy négyesen, de szuper. Nem, kettő. Kettő a matek. Na, kettő? Matek meg irodalom. Na, de jó. Akkor lehet, én majd bejárok helyetted matek órára, és akkor azt kijavítjuk, jó? De én fogok vizsgázni helyett. Jó, hogy nem ittél, mert nem kint rendezték meg, hanem bent az időjárat. Akkor jó, hogy nem mentem évzáróra. Na jó, hát. Most lehet, mert álltam a fél jutut. Én most át, most tolatok be elsőnek, de szerintem nem sikerült. Nem, majd kicsit várok rád, kedvesem. Postakocsin érkezem. Vagy menjek azért, tolassak rád? Vagy várjalak meg? Mindent meg lehet próbálni, tudod? Tehát az a lényeg, hogy... Igen, nem az, hogy egyből kipurgeli, igen, tehát, hogy, mert na, lényeg az, hogy hát ugye be van állítva, hogy túl sok szimbólumot nem szeret, túl sok nagybetűt, és akkor ott írja is, hogy mi volt a baja vele, tehát nem én csinálom. Na, elfogadja vajon? Fogadt el, léci. Várom, amíg Laci leparkol már. Oké, Bálint. Köszönjük, sikerült átolatni. Andisom, nem jössz be? Sikerült átolatni, ne sejtsd. Kiváló. Teljesítmény. Na, nehogy le tudom parkolni. Ugyebár itt van Kostyáci parkol éppen, és ugye ő is streameli ezt a futamot. Úgyhogy a csatornája az megtalálható itt a videóm alatt, aki esetleg be szeretne menni, dobni egy lájkot neki, bíztatni. Már nem is tudom, három hiányzik a 200 feliratkozóhoz, vagy hogy állsz? 6. Vagy 6. Na hát mindegy, nem sok hiányzik neki, aki még esetleg meg szeretné dicsérni Laci bácsit. Látszatos játékokkal játszik. Azért ez elég kemény volt ez a parkolás, ez nem egyszerű, főleg. Hát de gyakorolni kell, Laci, ez ilyen. Most már megcsináltam, nem mondhatok, hogy nem. Hogy is megkaptam, hogy sose parkolok, térség, most itt van, be tudok állni. És végre be tudtam jönni. Na, mondjuk körülbelül itt megállok. Üsse kavics. Szevasz, Tibor. Köszönöm Molnár Jenőnek a feliratkozást. Na, 90-es TP-t kaptam rá. Hey. Na, gratula. Ó, reggelt Vietnám! Most nézzük, na, fuvart. És hát azt kéne, ugye bár itt most az a lényeg, hogy nekünk, hát nézzük igen a fuvart, mert ugye itt innentől lesz... Várjál, mert még Ágyus Zsó még ott van. Még csak most mentem? Érve. Mire mentem? Igen, fuvarra. Mert én egy kicsit elszenvedtem a bejárat. Ja, az nem baj, csak közben attól mi tudjuk nézni. Tehát ugye itt vagyunk most Nápolyban, és ez a Sardinia-sziget, ez ugye most lett még, most került bele. Ugye én ezt még egyben nem láttam eddig. Szóval, Patrik, hogyha szabad, ki hány éves a konvojba? Hát, ezt nem nagyon szoktunk ilyenekről beszélni, Patrik. Hát, én 18 vagyok, azt hiszem, meg egy hiány. Ja, live azért nem jössz. Akkor közöld nem, velünk, Andris, hogy milyen live-od lesz. 19, meg egy hiány 20.
Andison, mondd meg nekünk, hogy milyen live-od lesz, mert lehet, hogy akkor kiesik a kezemből minden, és megyek, és nézlek téged. Na mindegy, csak valószínűleg az lesz egyébként, amit mondtam, tehát majd nézem én is, Andris, csak megbeszéljük már. Tehát innen ugye ez a hajóút megy át, ugye a Szicília az itt volt eddig, de ide kéne most Cagliariba átmenni, és itt összesen három kis város van, és mégis nézzük már, ezek ilyen rövid, legrövidebb utak, tehát hátulról kellene, hogy menjünk. Jaja, és megy is egy Cagliariba, van egy fuvar. Autókat kell vinni Cagliariba. Mehetünk oda szerintetek? Várj. Az a legutolsóban van. Álljam, megy. Ja, Ártnak az új DLC-t. Na, az szupi lesz. Sasari. Nekem Sasariban van fuvarom. Akkor most Axel megváltoztathatja a nevét hordatranszról főzős transzra. Jaja. Jaja. Mindent meg lehet. Na. Ja, viccesek itt. Hát Cagliarira az van nekem. Na, Cagliariba. Hát szerintem menjünk át oda, vigyük át ezt a sok autót, legyen hát, autójuk, és akkor majd utána onnan meg még... Nincsen, onnan el. Nincsen Cagliariba. Az utolsóba. Az utolsóba van. Hát akkor csak... Hát, ugye, azért nincsen nekem, mert nem vártátok meg, hogy leparkoljatok, ti már rámentetek, és nekem azt már nem adtam. De én még nem fogadtam el. De akkor is, ha már rámentek a nézésére, akkor már éjség később megyek. Hát, szerintem rá, akkor azt még adni, a frissítsél egyet, annak még be kéne adni. Hát, frissítettem, vagy hármat is. Mindegy, akkor hát akkor csak annyi, csak hogy, mert az, az annyi, hogy üresbe átjössz, mert ott semmi olyan dolog nem fog történni. Cagliar. Úgy is lehet mondani, nekem jó úgy is. Na, akkor én elfogadom. Én is. Na. Csak mérgesebben kellett ráfrissíteni. Igen. Igen. Há. Goku. Egyen mennem érte. Fölfedezzük a zújat. Jó van, de végre igen. Már világos van. Vezess a... Vezete. Jaj. Erre kell menni, várjál. Accent. Igen. Mikor várható nálad főzős live? Tudod, amit múltkor nyomtál? Ez folyamatosan, tehát ezt most nem tudom megmondani, nem akarom már ígérni, hogy holnap lesz, mert most így de napokban, tehát most attól függ, hogy most hogy lesz majd így sorban, mert elkezdtem több játékot is, aztán, hogy majd pontosan melyik nap mi lesz, most nem tudom előre megmondani, de most a napokban hát nyilván folytatom még. Azzal fogom kezdeni, hogy kitakarítom a konyhát, mert akkora mocskot hagytam ott. Hát igen, ezt már mondtam neki, ezt takarítsd meg. A cooning szimulátor. Még cooking, jaj, hát még mindig ki van öntve a paradicsom a földre, még úgy hagytam ott a konyhában. Paradicsom levest kiborítottam. Figyelj, a hangyáknak is kell lenni valamit, hát most. Ja, még hangyaírtót is kell vegyek, ne viccelj már. Ja, szúnyogírtót is, lassan támadnak a szúnyogok. Majd csak mondjál még ilyeneket a Lassza, hogy mit hagytál, milyen tosszabb, mert átküldöm a kölye át a játékból. Amúgy le. Nyissuk ki. Unalmas a nap, mi, fiúk? Ja, a kutyám is bólogat, unalmas a nap, jaj. Kutyus, wow. Van itt egy kutyusom nekem, igazmondó kutya, úgyhogy megkérdezhetem tőle, hogy van-e rajtad gatya. Megmondja. Van! Atyám! Remmelnél sose biztos. Nem, most azt mondja, hogy igen, van. Jó van. Van! Mám a fürtisztem. Igyezzel, az én kutyám az nem semmi kutya. És hogy hívják a kutyám? Várjatok már, hogy hívták? Nem akarom azt mondani, hogy Buksi, de lehet, hogy az volt a nevem, mert olyan kis Buksi feje van. Dicsak, Buksi, dicsak! Hát ott győzik-e kutyája múlva? Jaj, a Laci belém hajtott. Bocsi. Semmi gond. Azt hittem már kijöttél onnan. Nem, mert pont állítottam még a kamionon. Hogyhogy nem álltam át a pénz forintra. Hát pont ez az, hogy igen, tehát olyan hosszú számokba kéne beszélni, hogy emiatt nem, mert itt már 134 millió eurónál már az beszorozó, ugye 320-szal. Emiatt nem forintozok. Szépen nagyon a feliratkozásodat. Én mikor kerestem ilyen sok pénzt? 1 milliárd. Ja, lesz, mert mindig hazatalál. nem olyan lesz is. Tehát ugye, megkérdezzük már tőle, szeretnél lesz-i lenni? Nem. Akkor mondjatok neki még neveket. Hát, ha valamelyikre azt mondja, hogy szeretne, nem tudom. Tappancs. Ott valaki bejött. Mi? Tappancs?
Tappancs. Hát ezt úgy gondolkozik rajta még a tappancson. Az nem rossz név egyébként. Füles? Martinak jó, a füles matkó. Ajajajajaj. Vajátok itt nekem, itt kellett volna jobbra menni nektek, igen, nem? Igen, jobbra, igen. Vagy hívjuk a kutyát mondjuk, Danilson 6-nak. Vagy hívjuk Tremmelnek. Vajátok már, mert szegény kutya leesik a feje, olyan kanyar volt. Ha szeretnél Tremmel lenni? Szegény kutya azt se tudja, mit válaszoljon. Hogy hívták a Garfield kutyáját? Ubul! Na, az jó volt. Igen? Hát de nem úgy néz ilyen ki. Ilyen hülye utakat itt. Azt mondja, hogy nem szeretne Ubul lenni. Valami mást. Vaur, pitko, idehoz. 42 milliárd. Na, hát azért... Nem kötöm be az olajfilmét, de várom, hogy termeljen. Ja. Dani majd jössz LTS-ezni? Dani ma fog elhúzni azt. Ja, Dani is LTS-ezik? Ja. Hát igen, már most mindenki már ki volt éjjelző erre, mert hogy most lett meg. Én meg pláne ki voltam éhezve. Na, megyünk ide, elméletileg ide, fölmegyünk egy pontra. Most megyünk megyünk hajókázni. Aztán jó. Meg is érkezünk. Hajó úton megyek, de... Úgyhogy nem hajó úton megyek, hát hajó úton megyek. Itt sok autózás nem lesz, mert a hajó a célba is visz egybe. Hát ja, igen, nem baj az. Nem baj, az a lényeg, hogy ezt a részt is felfedezzük. Hát most ezért jöttünk. Tremmel, te szereted a halat? Itt? Halat szereted enni? Hát, bírom. Rántott hal, imádom. Igen? Na, hát most Szardínia szigetére megyünk. Hoppa! Ha az is jó, akkor nem csak a hekket szereted, akkor jó. Én alig várom, hogy a Black Seed megjelenjen már. Találtál egy munkaközvetítőt, jó, de jó. Most már olaszokat is tudunk foglalkoztatni, mit szólsz hozzá? Buongiorno! Jó. Olyan város már van Magyarországon, hogy orosz lány, most már lehet olasz lány is. Na, be is jövünk. Na most itt viszont én mentem rossz irányba, nem baj. Jól van, és akkor Cagliariba kell, hogy menjünk, mert mutatja is, hogy... Máshova nem jövünk. Hát, de lehet Szicíliába is, csak ja, két hely van. Szereti a kiskutyám a halat? Ez szerintem nem, ugye megkérdezzük azért tőle, hogy ugye már kutyuskám, te szereted a halat? Nem nagyon imádja. Csontot szereted? Nézzük meg. Csont az, miért? A csontot azt imádja. Neki csontot kell dobni, tehát... Hopp, jött a Lutz! Na várjátok, ezt felolvasom már 1228. Töri fejtágító, 9. Gergely pápa kiátkozza, jaj! Második Frigyes német-római császárt, az azonban visszaveri a Dél-Itáliába betörő pápai sereget. Szondja, új teljesítmény, a kék ezer árnyalata. És nagyon köszönöm, mondom, a filmet ajánlottuk nekem. Töri fejtágítókat már hiányzott. Imperátor és a kék ezer árnyalata, én is. Ja. De furcsa kis kerítések ezek. Hát férjünk. Ezeket nem nagyon jó megtörni az autókat, mert sokat levon, mert ugye ez ilyen értékes rakomány, aztán jobb, ha megnézitek kétszer is. Ja, 12 km, tehát át is jöttünk most már a szigetre. Maros papi is itt van. Szigetvilág. Szia, papi! Viszont... Erre megyünk itt jobbra. Zúzok most. Jobb. Ja, hát jól nem tudom arra menni. Hello. Köszönjük. Utolsó vicc. Hello. Oké. Okay. Szoktam azt is mondani, jót szokánál van, mint Daninál is. Miért nem eszik reggel banánt a rendőr? Miért? Mert a banán néli gyümölcs. Jaj. Nagyon jó. Köszi, Tomi, hogy itt voltál. Köszi. Jó legyen, szia. Hello. Ez most majdnem olyan volt, mint a... Okos majom meg a hülye majom eszi a banátot, az okos majom meghámozott, hogy a hülye majom eszi a banátot, hogy a rágba tud
Driftelni. Hát, ja, hát azt nem tudom. Attól függ, mekkora sár van. Köszönöm szépen, elég bánnak el utcát. Szóval a okos majom nem hámozza meg a banánt és úgy eszik rá. Milyen majom megkérdezik? Hát te miért úgy eszed? Hát minek hámozom, meg úgyis tudom, mi van benne. Hoppá. Jó. Hopp, leállt a botolón. Na, meg is érkeztünk. Mindjárt. Ezek jó kis pálmafás, ilyen déli, igaz? Tehát ilyen jó kis déli növényes, itt vannak a kis pálmafák is. Hova? Itt jobbra, igaz ez az? Bambusznád majom kenyérpa. Copyrightosok leszünk, banánok. Jajaj, emiattad. Letörlik a csatornánkat miattad. Igen. Ilyen pici részlettől nem. Na, akkor. Hoppá, van itt, hol tesszük. Megérkeztél Mária Pócsra. Menjek még? Nem nagyon tudok tovább menni. Ajajajajajaj. És megint te tudunk tölötni, vagy megnézzük. Az nagyon nem jó így. Na jó van. Nem tolatok, de azért parkolok. Ez nagyon nem lesz jó így. Egyetem. Tudom még egy kicsit menni. Kicsit közel van itt kerítés, meg minden. Kerjük a kormányt. Lepakolás! Áj, nem lesz jó. Kutya minden itt, nagyon közel van itt a kerítés, nagyon hülyén. Bárki csinálta, nagyon hülyén van meg. Akkor is megpróbálunk beparkolni, csak... Én nem parkolok, én sietek, nem érek meg. Annyira ne siessél. Jaj, mégsem. Azt hittem, nem vagyok még feliratkozó, majdnem leiratkoztam Laciról. Na, leiratkoztam. Majdnem leiratkoztam. Na nézzük, zöld. Köszönöm szépen. Jó van. Na. Mi lesz süsűből, megfőzik zöldbab főzeli. Folytatásra. Lesz még, megyünk még valamelyre vagy? Na, negyenes. Hát nem tudom, hogy Axelnek van a kedve vagy? Hát, de akár folytathatjuk innen is legközelebb, ja, hogyha gondoljátok. Azt is lehet csinálni, hogy itt hagyjuk a kamionokat, és akkor legközelebb innen folytatjuk. Mondjuk itt igazából nem nagy területek ezek. Hát nézzük ez meg, hogy... Nézzük meg, hogy... Mert ezek tényleg, ez nem nagy távolság. Nézzük meg, hogy van-e ezekbe a városokba fuvar. Vagy ebbe a Sassariba, vagy az Olbiába. Nézzük meg, hogy van-e fuvar esetleg. Jó? Okay. Ez elvileg a legutolsó körül kéne, hogy legyen, mert hogy ezek... Ez nem. A bolonyai, Firenze. Nincs, nem ad. Nekem nem ad. Velence. Ah, nincsen. Nincsen oda fuvar. Nincsen, csak Caligariból Caligariba. És hogyha hát viszont rányomunk egy frissítést. Akkor rányomunk egy frissítést. Nézzük meg, Cagliari, Napoli, Palermo. Napoli, Palermo, Palermo, Napoli. Hát oda lehet, hogy ezekbe úgy lehet csak menni majd, hogy üresen végig döngetünk. Hát akkor menjünk el üresen, az nem sok amúgy, Axel. Hát igen, üresen el lehet, mert az a baj, hogy hát máshogy nem tudunk most, hát nincs fuvar, akkor nem tudunk olyan menjünk csinálni. Menjünk Olbiba vagy mi. De akkor jó, menjünk oda, jelöljük be, hogy jelöljük be ott a garást, jó? Olbiba a... Én is úgy mondom, hogy Laci, de hogy hívják? Ja, de úgy hívják. Olbi. Jaja, Olbi. Ja. Jelöljük be oda azt a garást, és akkor menjünk el abba a garázsba, utána még onnan átmegyünk majd a másik garázsba. Így van. Na, oké. Okay. Akkor így üresen. Na, ki megy elől? Kikapcsoltam. Ezek nem nagy távok. Jaja, persze nem nagy. Vagy ha sietsz, akkor... Ja, mert ez jó, mitja gondolod? Én majd közvetítem, hogy borultok, jó? Megyek utána. Gyere, foltos ló, gyere. Nagyon szép a kamionod. Kárnyi a kamion kereskedést találtál, jó? Így van. A vállalkozóiba, csak hát az a baj, akkor vedd fel, papi, csak az a baj, hogy a vállalkozói az olyan, hogy ott
lehet, hogy valakinek van, a másiknak nincs, azok a vállalkozói, azok eléggé ilyen furák. Megvan, Andrew, nekem Steamen, téged látlak ki. Majd meglátjuk. Lehet, hogy onnan majd visszafele lehet, hogy jobban lesz fuvar, akkor majd meglátjuk. Nagy te gyandis. Jó van, aztán ahogy tudjátok, akkor nyomjátok, mehetünk 150-nel. Ja, én nekem nincs beállítva rá, nekem 90-as. Ja, de hát hogyha nincs pót, akkor nyugodtan lehet. Azt tudod, anélkül is. Az... Szia, Robi! Ja, megy, anélkül is. Akkor megy, lehet. Hogyha nincs rajtad pót. Hogyha van pót, akkor leszabályoz, de egyébként... Mész el, Letti? Vagy nem hallottam, mit mondtál? Na jó, Andrison állt. Ja, ti meg lekanyarodtatok, én meg addig nézelődtem, hogy én meg rossz irányba jöttem. Gyerekek, menjünk vissza. Menjünk foltosló vissza, mert rossz... Jajajaj, ezért nem mentem oda, mert nem vagyok már biztos, hogy az ott... Jó. Hát, hogy foltoslóba is akadt. Nem érdekel, hogy gyorsan megyek, küldjél bírságot és kifizetem. Szavaz Fortnite Channel. Csík zsebből, mi? Ja, így van. Hát már most ugye, a komposztunk 30 millió lett és 20-nál jártunk. Ja, én meg 1 milliárd 181 millió 569.216 forintom. Na, megtoljuk egy kicsit a sebességet. Nézzük, ki tud gyorsan vezetni. Ja, csináljunk egy versenyt, kérj oda hamarabb. Akkor én nyertem. Én már itt vagyok mindjárt. Ugrottál, vagy mi? Nem. Mi újságban, Robikám, milyen lett a papcsír? Ugrani csak akkor tudsz, ha megvan ott a garázsod. Nem, csak én megyek, mint az őrült. Online-ban is meg lehet venni már. De oda is kell érni. Ja. Én 150-nel megyek szépen. 160, 170. Mondjuk itt már érzem azért a kormányon, hogy berebe rángat azért. Igen? Igen, hát ez vibrális, nem? Tiéd is vibrációs? Ja, ennyi is, igen, szeretem. Akkor azt lehet használni másra is. Ó, hát fő, a csajoknak tudod a tudom részt, hogy mi az a szempártó részt. Az nem rezeg. Ez nem olyan. Sebváltó része nem rezeg? Nem, az nem. Ó. Naxel, hány kilométered van? Várjál már, mert itt most éppen előzök, és félek, hogy... Na, buktatok? Én nem. Ez ha most lenne streamem, ez mekkora folyó lenne? 160-nal megy ez a kamion, ez tök állat. Nagyon jó. Az előző Scania csak 140-nel ment valami oknál fog, ez meg... De most hol volt, vagy nem Scania? Vagy most csak 150-nel megy, akkor lehet, hogy lejtőn mentem. Most törtem meg egy kicsit. De mindegy. Megtörve bár, de hogy van nem? Ilyen nem tud találni. Itt éles kanyar. Be is faroltam egy kicsit. Azért tudni kell fékezni is. Jaja. Driftelni. Ez tényleg ilyen driftelős. Ideális ívet kihasználva. De jó, hogy ezt a szigetet hozzáadták, amúgy örülök. De ezért szeretem jobban így nappal van, mert azért egy kicsit a tájat is tudjuk nézni, mert látszik, hogy itt már ilyen kis nap kiszívta a füvet, meg minden ilyen más. Jönnek a zombik. Mediterrán növények. Nézd meg, mennyi fát lehet gyűjteni Hordavárónak. Éles kanyar. Nézd meg a kerítést, azért a hidat le lehet bontani vasnak. Ennyi tázát. Nem létező íveket használok, igen? Jaj, mondtam én! Nézdem a chatet. Na láttál, ez volt a chat. Nem létező ívek. Várjátok, már fennakadtam, betoljtok. Nézd oda, megelőz! Fennakadtam. Nem látom az utat, belém jön. Ők is ezt csinál. Innen viszont nem tudok lejönni. Minden kicsit vissza. Goku is ugyanott. Én is abba akadtam el. Pontosan abban. Megelőztelek, én meg... Na, lehetek, ezt visszatöltöm. Ilyenkor vissza lehet tölteni.
Korábbi állásbetör, az a kérdés, hogy mennyire dob vissza. De multiban nem tudod, multiban nem tudod. De vissza lehet itt automatikus. Multiban is? Én úgy tudom, hogy multiban nem tudod vissza. Szerintem nem. De vissza... Nem, mert valós időben megy a játék, és azért nem tudod visszadobni. De visszamegy. Olyan nincs, vissza hogy nem megy. Az... Hogy? Nem mindegy. Csak az a kérdés, honnan indulunk. Ó, oh, Kajári, hát ez jó visszahajított. Még most kanyarodok meg. Na látjátok, hogy ezért nem jó annyira sietni. Szokták mondani, hogy inkább érjek oda 5 perccel később, mint soha. De amúgy a szervizes kocsi oda vitt volna. De nem szervizezünk. Jaj, nem adott ezért a nevedet. Nem szervizezünk, majd megyünk szerve megint. Csak óvatosan kell a csetet olvasni. Ez most a Jenő hibája volt. Na. Mindig velem itt a szponzoraim kit van Róka miatt is már ütköztem. Lehet nézni a többieket is, Kostyalcit is, mit művelnek. Jó. Mi újság van, Benedek? Mesélj valamit. De legalábbis már ismerik a kanyarokat. Ja, Fortnite volt, nem izé PUBG, bocsánatot kérünk. Ja, az olyan, hogy a négyesen vagyunk itt, még ledögdöst is se tudtak volna a korlátról, mert ugye átmegyünk egymáson, tehát itt most nem lehetett volna. Láttam Alibi városára. Ja, Alibi. Jajajajaj, körforgalom. Jaj, rájött. Azért nem kéne 150-nál átmenni. Ja, nem figyeltünk meg ismételni. Ez olyan, mint a... Szokták mondani, hogy... Ugye mit mond a kamikáze oktató a leendő pilótáknak, hogy figyeljen mindenki, mert csak egyszer mutatom meg. Tehát én is így vagyok, hogy ezt csak egyszer mutattam meg nektek. Ó, vigyázzatok, saroppó is van. Most is csinált pedig mentést, láttátok? Ott pörgette. Tehát ott miért nem csinált nekem itt most a hosszú úton? Hamarabb is ezt csinálta volna, na mindegy. Mondjam azt, hogy én nyertem. Mindegy, nagyon szép a táj. De csak azért, mert... Csak azért, mert hagytuk magunkat. Mégis csak a polgármester úr, érted, mert... Na. Axel, nem az én körzetemben, azt nem kell nyalnod. Valóban megveszem ezt az alást. Meg, hát. Még fel is fejlesztem, nem hogy megveszem. Axel, mi itt vagyunk, te merre vagy? Én még... Nagyon. Én még 145 kilométerre. De 150-nel jövök, úgyhogy mindjárt odaérek. Ajaj, ez csak következő parambol lesz egy tárgyat. Aha, itt van. Itt meg is lett. Hát ezt nem viszitek el, hogy megint rajta vagyok. Mi? Hát a kutyuskám, te vagy az egyetlen barátom. Nem? Ne izélj már, mert neked megy, neki megyek valaminek. Mi az, hogy nem? Nem akar a barátom lenni a kutyám. Megvettük ezt a garást is. Én már fel is vettem. Ez is miattatok van. Mindent miattatok van. Már a kutya se szeret engem, a kutya se áll velem szóba. Még ideje rakszol, addig fel megvesszük, azt mondja, hogy méret. Na, egyben nagyot vett, vagy mi? Nem, csak szerintem azért, mert az ennyi miért látod, hogy felgattam, aztán lehet, hogy... Hát ígéret, ő nem látja. Online van, lehet, hogy nem vettem volna meg, vagy mi? Tovább megyek. Na már csak 100 kilométer, itt mentem neki. Itt, ezt már itt láttuk, ezt már láttuk, én úgy nem estem le, ez már nagyon szép a táj. Hopp, feltűntél. Na mi történt, Axel, kibannoltak, vagy mi? Nem tudom, nem hiszem. Nekem nem írja. Csak még messze vagyok tőletek. Messze vagy? Jaja. 75 kilométer. Hát már itt van minden. Megvettétek a garázsokat? Már fel is fejlesztettem.
Hát az a baj, hogy igen, körülbelül egy 70-75 kilométerrel dobott vissza, tehát azért... Mosti módolt pénzed? Nem módolt pénzem van, abszolút nem módolt pénzem van. Én nem módolom. Én ezt mind elértem. Megint nem figyeltünk. Tisztességesen levezettem, illetve a sofőrjeim. Ilyet mi nem szeretünk kocsítani a játékot. Hát akinek modolt, akinek úgy felnyomja, annak abból lehet tudni, mert azoknak milliárdjaik vannak. Tehát azok, na, azoknál, kérem magam, azoknál ott milliárdok vannak. Igazából a játék abból áll, hogy ezer... először megveszed a terreautódat, elkezdesz levezetni. Nem akarok már kimenni semminek, de 1229 Toulouse-i franciaországi egyetem alapítása, Turku, Finnország városának alapítása, 1229. Amíg akszor idejére elmegyek szervizbe, már nekem igencsak tönkre ment a... Nekem is. Kicsit arrébb, de igen, van. Ez most kire fogjam, várjatok. Nem jut eszembe senki. Megint neki mentem, és nem jut eszembe senki, ezt most kire fogjam. Fogd rá nyugodtan a nyuszira. Akkor elfogjuk a nyuszira, vagy erre a rossz kutyára. A rossz kutya. Megnézzük azt a csörgőfogót. Kivágjuk a motorot a kukába, mert kivágjuk. Na, Olbia. Szép hely ez, ide eljövünk majd nyaralni, jó? Jó, most jó. Már lesz itt garázsunk, eljövünk mindenkit majd. Mindenkit befizetek egy nyaralásra. Ó, úgyis szervizbe megy. Hogy? Nekivettem a villanyoszlopot. Körforgalomban nekimentem a villanyoszlopot. Na és innen láttok fuvart a másik kisvárosból? Én nem. Elmegyük a csörgőfogóhoz. Már mi történt tőletek? Hát kicsit 22%-osra összetörtem a kamion. Szóval, hát ahhoz képest akkor én még kisfiú vagyok hozzátok képest. Hát jó, de te visszapörgetted az időt. Na ez az. Kisfiú Csalt vagyok van. Hozzátok képest. Csaló Darwin vagy. Visszapörgetted az időt. Én megveszük itt a garást mi is. Azt írja Róka, ártatlan vagyok, tiltakozom, ügyvéd jelen létében sem nyilatkozom. 120-szal be a városok kamionnal. Hát, ha nem látja senki. Ezt látta valaki? Látok, kanyar. Oh, csak 8.429.000 forinttal javítás. Jó van. Ezért mennyivel jobban hangzik, hogy euróba írja. Már mindjárt nem is fáj annyira. Ja. Jól van. Na nézzék, szerviz. Hát csak 44.000 euró miatt. Na, én megnézem a fuvarokat, hogy... csak legutolsóban itt van-e. Azt úgy hívják, hogy igen. És ide, hogyha eljövünk... Olbia, így van, és van olyan fuvar, bár mondjuk ez megint túlsúlyos. Hát, nekünk nem biztos, hogy lesz. Az utolsóban van, csak az megint túlsúlyos, hát... Az nem érdekes, hogy túlsúlyos. Ja, Sassari, ugye ja, nem, Sassari? Van, igen, viszont van az utol... Tehát van a harmadik visszafele, abban is van egy ilyen Sassari, és az több pénzt is ad meg azzal, ami... Az nem olyan nekem túlsúlyos. Nekem az jobban tetszik, az a fúró. Én ezt a T-rexet fogom fővenni. Jó, akkor én veszem, amit veszek, aztán... Én is veszem Sassarit, akkor azt a izét, azt én is azt a... Mit, azt a nagy hengert, vagy micsoda? Nem, az a fúrót, D5-t. Ja, a fúrót, jól van. Már oda tartok. Jól van. Na nézzük. Na hát eddig csak annyit láttunk a tájból, olyan gyorsan jöttem, mint amikor a Star Wars-ba ugye felkapcsolnak fénysebességre, és csak itt oldalt ilyen csíkokat láttunk, de most viszont megcsodálhatjuk így a tájat. Ott lakik Antonio Della Toro. Antonio Barandella. Úgyhogy most már kicsit a tájat is fogjuk figyelni. Spottat hoz. Ez a távirányító nem tudom minek van itt, de távirányító. Nem vettem észre, hogy lenne tévém, de mindegy. 135 kilométerre van. Ez ahogy is hívják. 135 kilométerre kell menni, akkor itt cél most nézem tényleg.
Nem baj. Na baj, nem oda is érünk, abban a városba jöttek. Hát a jó esetben, ha abban az irányba megyünk. Viszont még most ugyanúgy lehet nyomni a gázt, mint idefele. Úgyhogy, úgyhogy még most így lehet menni. Na, ezt megnézzük kívülről. Au! Megnézzük ezt a motorcson, ezt kikötőt. Távolítani, közelíteni. Hát, ha itt laknék, nekem is lenne. Szia, Ádám, üdvözöllek. Mi újság? Ádám, hol vagy? De hova mehetünk? Az sem a izene. Én ezt Henning, ma bazárban levegőt vennék. Itt egy hordatra. A kínai boltban meg mit mondanak, hogy meleg van? Meleg, meleg, ah, van, 1500. Ja. Tudod. Elmész a kínai étterembe. Ez mi ez, Csem? Ez? Macka. De hát az nálunk tilos. Ja, akkor csirke. Na, hát eléggé kopár, nem tudom, hogy ki is ábrándultam ebből a szigetből, hogy ennyire kopár. Hát, hogy ingyen van, mit gondoltál, hogy majd itt telipakolják mindennel? Nagy forróság lesz. Szeretem én ennyire a meleget, hogy ide költözzek? Hát nyaralni mész, nem közé. Ja, hogy csak nyaralni megyek? Persze. Sevillai borbély. Ismeri ön a sevillai borbélyt? Nem, én magam borotválkozom. Na, nekem már csak 96-95. Ez akkor... amit a régi favicce, Zsán, két ajtós a WC? Nem uram, akkor már megint a szekrénybe. Ti? Nem, mert fővesz, ha már bejelölöd a fuvart, akkor se tudsz menni 150-nel. Nem, hát miért? Hát igen, itt 90-nel tudunk már, igen, mert most a fuvaré megyünk, és már nem tudok olyan gyorsan, hogy csak 90-nel, jaja. Nem, mert akszel vagy. Na itt megyünk. Na, 9, igen. Azt hittem én is, de nem, csak 90-nel tudunk. Ja, síjálni nem fogunk itt, az biztos, ez tuti. Minden kata, valami van nála. Ez meg. Igen, mindjárt fordulok balra. Befordulunk, felfordulunk, és ott is vagyunk. Na, kutyuskám, haragszol még rám? Ki? Ne. Nem tudsz beszélni? Kérdezzük még egyszer, nem. Mit csinálsz? Haragszol? Nem tudunk beszélni. Berúgtál, kutyám? Szia, Axel, sziasztok, jó játékot kimánok. Visszatértem, Kata. Köszönjük szépen. Ki az? Köszönjük, ki az? Á, Timike. Ja, Imike. Hello, Imike. Sós Imike. És gratulálunk Imikének is. Igen, gratulálunk a eljegyzéshez. Hát nem, ez már eljegyzés, az már volt, gondolom. Ez már most esküvő lesz. Na végre. Sok boldogságot ki. Így van. Bő gyermekáldást. Ájjá. Hát nem tudom úgy behajtani tilos tábla, hogy nem összes kapjanom, hanem csak kitörtem. Táblát. Szalakor. Hát engem itt szeretnek az olasz szalakorlátok. Olyan, mint a mágnes, úgy vonzanak magukhoz. Hát tudod, Axel, a te társaságod egy korlátolt társaság. A felelősség, vagy hogy van? Korlátolt felelősség. Korlátolt társaság. Esküvő lesz, hát gratulálunk hozzá, Imike. Esküvő lesz, oda át, Budá. Aztán kívánjuk, hogy még egy 4-5 gyerek szülessen. Aja. Gratulálok az első csapatokhoz. Hogy állom, kutyi? Jó, nem mondtátok, hogy ilyen kacskaringós utak jönnek. Hát az ilyen kígyó. Hát ilyen kis olasz táj. Anakondát valaki ide fektetett. Vagy fenn volt a házfalán egy autó.
Nem, még csak megyünk érte. Ja, én már fuvarra megyek. Éppen. Valami jó játék. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Hello. Szia, szia. Fú, ez milyen személytel. Halál, igen. Hát majd lesz eltérs, azt mindig meghirdetjük előre. Ádám vagy a más? Ez nagy általában az Axelén, de itt is megszoktuk, tehát a Discordon mindig megszoktam hirdetni, ha megyek valahova. Ha jön Axel, hanem. Ajajajajajaj. Most már hál' Istennek én is fogok tudni menni mindenhova. Mondtam én, hogy éles kanyar. Mi van, cuccám? Mindjárt cuccám, még ezt a fuvart levisszük. És neki mentél majd. És te is mi? Én befaroltam. Benézted akkor te is, hogy a persze, Imike, mondjad. Milyen kérdés? Mondjad csak nyugodtan. Kiskutyám, leesett a fejed? Kérdeznek tőled. Nem, jól van. Köszi, Kata. Ó, de utálok ide jönni tudtél. Ekkor a szemét van itt. Hol van a tud? Hol van? Ez kőbánya? Kispest? Aha. Ting ting. Mikor lesz van? Az ajtók zárulnak. Na és mit szóltok a MÁV újításához? Hogy? Nem tudom. Megvettek olyan vonatot, ami nem fér fel az alagútakba. És mi az egyszerű? Nem másik vonatot kicserélni a vonatot. Nem. Szétfúrják az összes alagútat. Megint lezárják a déli pályázatot. Farming szimulátor mikor? Hát ez egy jó kérdés. Igazából a két hétben bármikor előfordulhat. Farming szimulátor. Rég nem voltunk benne, de folytatjuk, tehát nyilván. Én minden nap beszoktam menni, learatunk termést. Szántok, jaj, vetek. Axel, reped nálad bár a plafon. Na, nem tudom mit viszünk, de megnézzük. Valami fúró. De nem csak tanulhatsz, te is jöhetsz játszani amúgy, amikor nyugodtan tudod, de jársz, hogy mai napig online eszeró. Be tudsz oda menni játszani, vannak még ott szokott a Gabesz is lenni. Aurelius-nak köszi szépen a lócot. Sőt, ahogy elnézem azt a... Excel, IMP, Prime Logic, Sun, ami mondja. Itt is konvojba fognak jönni. Shanamanap, ilyesmi neve, azt hiszem Shanamana volt a neve. Na és akkor Kostyáci, neked hány kilométerre van a cél? 47. Ó, nekünk 230. Hát, én mondtam, hogy ezt vegyétek föl, de hát... De nem, mert mi nem, ezt akarjuk. Kigyob a rendszerbe, túl súlyos. Mehez jó. Minek mentetek el 200 kilométert, vagy fúvalé? Hát jó, mert sose töröm össze a kamionomat. Nem a túlsúlyos miatt mentünk, hanem hogy abban a városban jöttünk. De sokkal kevesebbet tartunk. De mi világot láttunk. Ott vagyunk mindjárt. Mi azért élünk, hogy szórakoztassuk a nézőket. Nem csak így, hogy sip-sup a legrövidebb úton. Levisszük a fuvart, aztán azért, tehát mi... Jó, hogy nem repülő. Mi nézzük a tájat. Igen, németül magyaráz, igen. Já, itt mindig, já. Igen, németül, mert magyart nem lehetett berakni, de kell azért, tehát azért van, azért rakták bele a kit GPS-t, hogy így live-osoknak segítsen amúgy, mert nagyon sokszor nem a GPS-t figyeljük, hanem a csetet és így szövegel. Én értem, amit mondt, ti meg megtanuljátok. Igen, mondtam is, ilyen alapfokú német nyelvtanfolyam folyik Lacinál. Ez a 1.35-ösnek az új frissítése, hogy... Ja, közelről megnéztem egy-két szalagmágnest. Ú, valaki nagyon jön itt gyorsan. Ki ez? De viszont, ha egyediben játszol, akkor be tudod tenni a magyar... magyart. A 35-ösbe is beengedi már? Persze, már benn van nekem, tehát én le is teszteltem. Tehát beengedni, berakja. Csak egyedül multi részre nem, mert ugye a multi részen... Földutak teszenek a legjobban, hát ott tényleg jól megcsinálták. Ha kellett rohannod, behajtasz, mint az őr! Felakadt? Fennám, hajjaj!
Amúgy ahol én megyek, az a na, gyönyörű. Itt neki a is van korlátmágnese. Jobb oldalra. Ott a szőlős. Egy nagyon nagy ív lesz. Ott látom. Kis híd. Milyen szép tája. Szépek egyébként, nem is kéne itt rohanni. Én már mondtam, hogy következőben, vagy a következőben, vagy a következőben lehetne jönni egy kicsit, ha beülnénk egy autóval, aztán ilyen felfedező ezért csinálnánk, hogy nem fuvarokat vinni, hanem ilyen autós konvoj felfedező, ahol szürke utak, arra menni csak a szürke utakon felfedezni. De azt ugyanúgy lehet kamionnal, és miért autóval? Hát az az olyan gyorsan mész. Hát az autóval még gyorsabban mész. Autóval megyünk gyorsabban, igen. Tehát azzal sokkal hát gyorsabban. Hát akkor az nem felfedezés, hát akkor nem látod a felfedezés. Ja, de hát nyilván, hogyha olyan, akkor lassabban mész, de hát az más élmény az autóval. Hát akkor hogy nem, de én nekem akkor nincs is autóm. Nekem sincs, de azért csak beruházok már egy 50 ezer euróért, csak lehet venni már. Ez nem egy drága. Én nem tudom, az olyan vezethetetlen, én nekem nem tetszik az autó. Én egyszer volt, el is adtam. Volt egy Skodám. Én abból szedtem pedig beszéltük, meg magam. Beszéltük itt az autós konvojt, úgyhogy... Én abból szedtem meg magam amúgy, akárhogy is nézzük. Szóval cheater vagy. Hát jó, hát a utánfutó vagy miatt lakókocsit, ha viszed az jó pénzed, az tény és valóság. Most már nem. Volt egy frissítés azóta, nem? Most már csak ezret ad, de volt, hogy 100 000 adott egy fuvarért. Nagyon elszámoltak valamit. De nagyon jó adott, én abból szedtem meg magam. A Szel azért nem is vett fel hitelt amúgy, mert... menjünk biztosra. Hát lehet, hogy inkább parkolni kellett volna. Jó a laptop a kamionban? Nagyon jó, csak meg kell megmutassam. Tetriszezni szoktam, meg passziánszozni. De i7-es poci van benne. Meg 32 giga RAM. Itt a laptopban, ami a kamionomban van. De a Tetris viszi, nem akadozik. Ez így jó, de ezt azért Franciában meg a németeknél meglátják, hogy a kamionban laptopot föl van nyitva, úgy megbüntettek érte igaziból. Ó, hát én, hogyha meg akarnak állítani, egy pillanat alatt le tudom csukni, tehát ezen ne aggódjál. Úgyhogy mesélt azt, hogy volt egy kamionos kollégája, úgy megbüntették. A filmet nézett vezetés közben. Hát én arra emlékszem, hogy Nagy Bandó mesélte még vagy 30 évvel ezelőtt, hogy sokat járta az országot, és mondta, hogy ő meg nincs ideje, mert ő mindig megy, és időhiány, és minden, és ő könyvet olvasott vezetés közben. Tehát ő azt amit a hány órát, amíg autóba ült és vezetett az országon, mindig könyvet olvasott. Na, az mennyire balesetveszélyes. Hát az az. És ezt elmondta a tévébe. Hát gyutalak már, mit tudnak vele csinálni. Hát ez akkoriban mondta el, nem most mondta a tévé, ez ja. Akkoriban elmondta, aztán semmi. Most meg már még az SMS-t írni sem szabad, nem, már az is büntetendő, de jogosan. Valahol én azt megértem. Jogosan, oké, okay, csak én azt mondom, hogy az meg könyvet olvasott most akkor az ahhoz képest. Hát az persze. Kiváló, teljesítményt értél le, ez nektek nehéz, na, hogy lepadottak. Jobbra. Na, én már itt vagyok, ti merre vagytok? Nekünk még 300 kilométer. A rossz irányba indultunk. Jó, oké, és gratulálok. Na, 86, mindjárt ott vagyunk. Mire annyit mondasz, hogy fa papucs, ott is leszünk. Fa papucs. Na, itt is vagyunk, látod? Megmondtam. Én addig megyek, megveszem a garást. Jó. Vedd meg nekünk is. Jó, megveszem én nekünk. Van annyi pénzed? 1230. töri fejtágító Carmina Burana, középkori vers és dalgyűjtemény keletkezése, részlete Kokó, bevonuló zenéje volt a 2000-es évek elején. Jaj, egy csóder van. Így van. Köszönöm szépen, Jenő, hogy figyelmeztettél, mert annyira mentem. A Jenő... 600 FPS-sel megy a Tetris. A passziánsz mennyivel megy? Azt tudnátok majd. Tényleg most azt meg sem néztem. Mennyi lehet az FPS-en most? Hogy kell ott beállni? Nyom meg az F8-at, azt hiszem.
És akkor kiírja. F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8. Nem, az az üzenetek az F8. De bal oldalt ki kéne, hogy írja elvileg. Engem nem nagyon érdekel. Seven Days-nél néztem már 130. Nem tudom megnézni. Jó, az mindegy. Szóval Steam-en kell beállítani, nem? A Steam küldi, igen. Szóval Steam-es, azt hiszem a... Vagy nem, a médiás, ó, nem, de azt hiszem az a Steam-es, azt hiszem. Igen. És azt mondja, hogy... Garázsban... Nem, most én csak azért lennék kíváncsi, nem azért, mert hogy annyira... Most így egy ezzel az újja, hogy milyen FPS-sel megyek. Ja, a 7D-ben F8, de miért többiben micsoda? Igen, de... A Steam-be is lehet, vagy a Steam-be nem annyi, nem azzal megy. Nem tudom, akkor ott mivel megy. Főfejlesszük akkor. A garást meg bevásárolunk, míg Axelék ide érnek, addig bevásárolunk. Nincs annyi időd, már itt vagyunk a fenekedbe. Jajaja. Úgyis már szerintem Axelnek is elég van. És a munka közvetítő, megnézzük, hogy milyen. Itt találtunk sofőr felvételen. És azt leviszem, szerintem azt én... Nézzétek csak, nem? Ilyen vöröshajú démon, Veronika B. Jó, ezt a vöröshajút fölvesszük. Itt elmegyünk jobbra. Ja, meg azt figyeltem ebben a 35-ösben, hogy már nem ilyen 0,8-as, meg 0,7-es. Ez már ilyen 5-6-os szintű üzéket, munkásokat is ajánl már. Mész a Lidl-be? Megyek a Lidl-be. Csak csajokat foglalkoztatunk. Na, már meg is érkeztünk. És feminista. Nem, azok jobban vezetnek, mint a férfi. Sasari, imperiál. Sasariba megérkeztél. 4. Túl mentem. Hát jó. Végül is ennyi erővel mehettem volna. Megyek egy kört még. Csak megyek még egy kört. Mi eltéletik? Hát egyet. Később. Mondom, hogy már addigra félszőtte mentenek el, mire eljöttem. Kaput is. Üdvözöllek, kicsi. Lovag. Szép a ruhát, szép a lovag. Most látom, hogy nincs is lovat, nem is van a kiváló. Anettet is fölveszik, jó? Mit akartam volt azt mondani? Ezt a Lindát is fölveszik, a szőke. Biztos jól fog vezetni. Ezt a Michellájét is fölveszik. No. Ó, ezt az illomát is fölvesszük, úgy a fiatal. Várja, elmegyünk oda. Na, még egy beparkolást akkor megcsinálok. Hova kell parkolni? Nem látom. Kamion kereskedő, Scania, online vásárlás. Hova kell nekem? A legdrágábbat vesszük. Hogy kiépítés, testre szabás, egyforma, ugye? Legyen. Én megmondom őszintén, hogy mindegyikre egyforma. Egyforma. Dolgot veszek. Jó, ott. Spotted horse. Hoppá. Hát ma ilyen napon van, mindenek neki megyek. Mindennek neki nincs? Ja. Hát ma ilyen napon van. Hát majdnem 3 hétig nem játszottunk vele, mert vártuk a frissítést. Ugye. Tehát már a frissítés megérkezett egy játékra, csak a múlti részén frissítették fel. Most elég lassan frissítették a múltit. Igen. A másiknál is, de alig még egy nem. Mondom, én neki megyek mindennek. Hát reméljük, hogy majd most már azért egyre gyorsabbak lesznek. Hát,
még a... Ó, de... Mindjárt megcsináljuk. Na, kész vagy, Axel? Nem. Még mindig nem? Nem, de mindjárt. Nem, de mindjárt. Direkt ide tették ezt a izét, hogy ne, nehezen lehessen. Motor jó, de jó. Négy. Mit torolja valaki a garázsnak? De és mit torlom, hanem a három garázs van még tibénás. Tudtam, én a három garázs főtöltöttem tőletében. Emberrel kamionnal, hogy a vállalkozásunk még nagyobb legyen. Jó van-e? Jó van-a? Beálltunk. Ja, mindenkinek is neki megyek, ja. Ez most ilyen volt. Mehetek javítani mindjárt. Na megint? Hát mit megint? Hát még csak a legelején javítottam. Én itt ebb is javítottam még. Hát nem visszatekert ez az időt. Köszönöm szépen a lúcsokat. Majd nézem majd, hogy hova is lehet itt menni, mi van itt ebbe a kis városba. Rálunk, hát van itt egy garázs, hát a pár ezt Vassan nem szószerjetettem. Hello, vedd innenki, vedd ki. Elmegyünk. Ide állok be, ide. Aki akar fényképezkedni. Jaj, elmegyünk már jobbra először, felfede, gyors felfedező útra el kell menni. Azt mondja, hogy külső nézet, kettes. F7-tel veszem le, ugye? És megveszük ezt a garást, hogy nehogy az legyen, hogy én érek ide megint legutoljára. Te érsz legutoljára. A közebb ide repülök, azt én leszek az első. Na, nézzünk egy olyat, hogy fotostúdió. Azt mondja, hogy válts fotomódba, király kamionos képeket készíts. Jó. Oké, és... Nincs. Reméljük, Axel is ide érkezik gyorsan. Ugye mivel is mondtuk, szevasz, mivel Dani. Eddig? Hát körülbelül eddig. Már hallottuk, itt volt remmelés, hogy újságolt, hogy te is fogsz kamionozni, de ja, most itt vagyunk, Szardínia szigetét felfedeztük. Úgyhogy mi ide... Hát szóval gyere, állj már be te is, hogy hozzá is, hogy csinálnak egy fényképet. Hát majd mindjárt. Első a garázs. Tósabb, bágy. Első a garázs. Nem is vagytok itt a garázsban, nézd, már nem látlak benne. Hát nem a garázsban vagyunk, itt a garázs előtt. Tudom, csak viccelek. Hogy álltatok meg ilyen koszos garázsban? Nem, valami szebb hátteret nem találtatok? Nem, ez így jó, mi itt szoktunk itt. Gyere, papi, te is. Szüntelenségbe is tudunk csinálni. Úgy, azt mondja, kéket is visszatesszük. Ez az. Azt sem, mit is mondtam múltkor, mivel lehet ő eltüntetni a helyzetet? Mit csinál? Kiírásokat még? Melyikkel? F7-tel? F11-el, igen, lesz együtt. Ja, most meg rossz gondolk, nem tudom. F11-el lesz a dolog. Hát az a baj, hogy ki van itt a legszélén? Nem látom. Ki van a legszélén? Ágyúzsult. Nagyon kicsit hátrább kéne, gyere, mert nem vagy benne a képbe. Nagyon belementél a falba. Ki kell lépnem benne. Ja, hogy te. Minden zenetek. Szóljál meg minden. Meg a zölddel, aki van, nem tudom ki van a zölddel. És olyan, hogy egy kicsit kint. Jó helyen állok? Hát gyere még közelebb. Most meg nagyon benne vagy. Már foltos ló. Már benne, a picsülős máskor összebeszélünk, nem? Na most már annyira örültünk ennek, hogy meg lett a frissítés, hogy hát jó, van, akkor de nincs. Na, jó, akkor mindenki csízni. Jó, mindenki mosolyogjon, csinálja a képeket. Jó. Benne lesz. Zsombi, köszönöm szépen a feliratkozást, egy ilyen benne. Yeah.
Na, cheese írja egy serigben. Na, jó. Ma. Jó van, fiúk, lányok, én köszönöm a mai napot, hogy megtisztelt a fiúkat. Már ennyi voltam, onnan velem ma már nem találkoztak, egy kell tudni találkozni. Nem tudom, mikor, ahogy érzed. Na én is köszönöm a játékot, én még felolvasom az 1231. töri fejtágítót, mert az már most itt megjelent és csak felolvasom. Második András megújítja az aranybullát, ez már ugye, amiből kimaradnak az egyház elleni intézkedések, tovább növeli az egyház szerepét. Na csak viszont az nem megjelent ez az 1231-es? Hú, segítsetek nekem a képernyőn, hogy ez megjelent az előbb, vagy nem jelent meg. Igen, nem? Ez már beolvasod. De én máshol nézem, nem a képernyőn, csak viszont van ott egy... Valószínűleg megjelent a cheese felirat előtt. Szerintem az, amit Enigma írt, valószínűleg megjelent, megjelenhetett, úgyhogy... Jól van. További szép estét. Jó, köszi szépen a játékot, meg köszi, hogy itt voltatok ilyen sokan. Hát játszunk majd, folytatjuk most már, ugye ezt is fogjuk játszani, mert ez is már megjelent, meg hát folytatjuk a többi egyéb más játékokat is, nekem legalábbis ebben a hónapban. Köszönöm a lehetőséget, meg Laci, hogy köszi még a... Elmond Zsombinak köszi a feliratkozást itt még a legvégén. Sziasztok, jó pihenés mindenkinek. Nem tudom, Andrisnak megy-e esetleg a streamje, mert még ez egy jó kérdés, hogy igen, és megy Andrisnál egy... Hát akkor még annyit, aki még itt van, és még megteszi azt, hogy itt van Andris komámnál, ugye be is dobom már ide a linkét, Andris ugye Árkot streamel, és hát ott találkozunk, én is megyek át oda Andrishoz, és akkor ott találkozunk, írjuk már be, hogy Axel Raid, vagy amit akartok, és akkor ott találkozunk Andisnál. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!